Most az előadás elején akkor megemlítem ezeket a dolgokat, amiket itt találtok. Ezek nagy részét fogjuk beszélni, vagy már korábban megtárgyaltuk. Ez ugyanaz. Tehát vagy fogjuk még tárgyalni... Nem, ez nem ugyanaz. Jó, akkor mondtam hülyeséget. Nem beszéltem. Jut rá idő, erre a Venn diagramra szeretnék majd azért kitérni, de ha nem, amit megtaláljátok. De hogy mi ez a Venn diagram, ezt hadd mondjam el. Mert aki napi szinten nem projektmenedzser terület dolgozik, nem is tudja, hogy mi ez a Venn diagram. Szerintem többen túl vannak már mondjuk egy építkezésen, vagy legalább láttak már építkezést. És akkor tudják, hogy egy építkezésnél akármikor nem lehet ki a kövest, meg a tetőfedőt, meg a mit tenni. Csak akkor jöhet, hogy az alapozás, meg a ajzat szigetelés már megvan. Akkor jöhet a köműves falazni is. A falazás már megvan, akkor jöhet a betelő, a koszorút csinálni, stb. Ugye? Bárcos. És hát egy nagyobb projektnél, amit már nehéz átlátni, hogy az egyes munkafolyamatok hogy kell, hogy viszonyuljanak egymáshoz, olyankor szok segítség hívni ezt a Venn diagramot. Az a lényeg, hogy vannak az egyes feladatok, tehát az A feladat, a B feladat, C feladat, kezdeti és végi időpontját megadod, nem itt, egy Excel táblázatban, és abból csinálsz egy ilyen diagramot, ami valahogy majd így néz ki, elvileg ez ki lehet nagyítani. Hát valahogy így néz ki, és akkor lehet látni, hogyha mondjuk ezt a munkafolyamatot csak akkor lehet indítani, mikor az A feladat befejeződött, ha így tervezed, akkor ez így nem jó. Akkor ezt tolni kell erre, igaz? És ezt vizuálisan rögtön ránézésre lehet látni, nem kell a dátumokat nézegetned, kiesik a szemed, mire észrevesz a hibát. Világos, hogy miről van szó, ugye? Tehát ez egy... Úgy csinálja, mint a diagramot, de van trükkje, hogy hogy kell csinálni, mert úgy kapásból. Tehát Excel diagramot kell csinálni, sáv diagramot, de a buktatói dolognak, hogy kell csinálni. Itt le van írva ebbe a blogba. Na. És hát itt még sok más dolog is van, de azokat nagy részt már tanultuk. Itt egy fix és relatív cím magyarázatát, de az már réges-régen túl. Akkor ennyi előjáték után. Én megnyitnám ezt az autók állományt, ami szerintem mindenkinek van, aki múltkor itt volt, aki nem volt itt múltkor, azoknak odaadnám a pendrive-omat. Jó, és van rajta egy autók nevű fájl, azt másolod be az asztalodra. Meg fogjuk majd újra a legelejéről csinálni, de azért röviden a többi témán is hadd fussak végig. Tehát az adatbázis kezelés témakörét nézegettük. Siker? Igen, köszönöm. Kell még valakinek? Esetleg mindenki másnak megvan? Tehát az adatbázis kezelés témakörét néztük.
először az alapfogalmat tisztáztuk, hogy rekord meg mező. Ugye a mező az oszlop, a rekord sor. Mezőnév a oszlop tetején felirat. Ezt követően a rendezésről beszélgettünk, egy kulcsos, illetve több kulcsos rendezésről. Hogyha egy kulcsosan szeretnénk rendezni a dolgainkat, akkor csak annyi a dolgunk, annyi a feladatunk, hogy a kezdőlap menü, bocsánat, először beleállunk abba az oszlopba, amelyik a kulcs lesz, kezdőlap menü szalagon rákattintunk a rendezés ikonra, és kiválasztjuk, hogy AZ vagy ZA. Vagyis növekvő vagy csökkenő kulcsú rendezésnénk. Ez az egy kulcsos rendezés, ez egyszer megcsinálja az ember világos, a több kulcsos rendezés, ehhez mindig olyan rázatot szoktam fűzni, hogy mi az, hogy mi is az, hogy több kulcsos rendezés. Szerintem múltkor azt mondtam, mondjuk egy iskolában a diákokat úgy tudjuk több kulcsos, tehát úgy tudjuk igazán áttekinthetően rendezni, hogy több kulcsosan rendezzük őket, osztály és azon belül ABC. Ez egy tipikus több kulcsos rendezés. És ilyenkor majd egy kicsit bonyolultabban kell eljárni, azt fogjuk majd kiválasztani a rendezésnél, hogy egyén sorra, és itt megadjuk a kulcsokat. Úgy tudok új szintet hozzáadni, hogy újabb szintet törölni, hogy beleállok a törlendőbe, és szinttörlés. És mindegyiknél meg kell adni, mindegyik rendezésnél, hogy melyik oszlopot, és A-tól Z-ig vagy Z-től A-ig. És akkor itt még beszélgettem itt nektek arról is, hogy mi az, miért érdekes az, hogy most a számat én számként vagy szövegként rendezem. Ugye itt a 9. osztály, 10. osztály, stb. És vezető nulla és társai témák itt jöttek elő. Igen, aztán szó volt a nagy tábláknál használható trükkökről. Hello! Küldted egy e-mailt, de az nem működik még szerintem, vagy működött már az a videó? Láttam, hogy küldted, nem tudtam rá. Jó, oké, szerintem még nem működött, akkor legalább nem szinte. Nem tudom, hogy az Alexandra. Nem, Alexandra Bukkastály, úgyhogy lehet ide. Mert a csoport helyen helyettek csak meg vannak nála. De élni fog az a link, csak még... Jó. Ja, és elnézést, hogyha valaki majd megnézi ezt a videót, én már láttam, megnéztem, elég érdekes hang van rajta. Nem tudom miért, valahogy a hang nem stimmel, és nem, meg a hang az úgy nincs szinkronban. Rosszul sikerült a színzár. A tévén sincs sose színfélben, úgyhogy. Na, te ilyen bűnös tévéket nézel? Néha nagyon ritkán. Na. Csak vajon vele, és azt nézem, hogy nincs. Még tévén rosszul? Átévén? Jó, én azt. Egyébként egy dolgot hadd mondjak el. Szerintem, hogyha valakik úgy politikai témában szereznek, akkor azért ott nagy probléma van. Lassan nekem is sikerült, de igyekszem visszafogni magamat. Mondjuk az én sorom az ahhoz képest, hogy én lelkes LMP-s vagyok, ő meg nálam lelkesebb fideszes. Ő annyira lelkes fideszes, hogy országgyűlési képviselő volt. És hát úgy megbújtunk egymással, most ezt nem kéne itt a videóra, nem ide. Azt mondta, hogy már ő se bírja a királyi tévét nézni, a híradót, mert az már annyira. Az már. Pedig ő. Na annyira. Na. Az a biztos megoldás. Az a biztos megoldás. Tehát amikor nagy mennyiségű adatot kell rendezni, akkor úgy tudod majd nem rendezni, kezelni, akkor majd úgy tudod áttekinthetően látni az adataidat, hogy maradjon a fejlész is, hogy rögzíted az ablaktáblát. Ugye ezt a nézett menü szalagon tudtad kérni, hogy lenyitod ezt, hogy panelek rögzítése, és az
vagy a felső sort, vagy a első oszlopot rögzíted. Oké? Okay? Tehát mondjuk felső sort. Csak hogyha dörgesz lefele, akkor a magyarázó felirat helyben marad, de a baloldali oszlop világos, de olyat is tudsz, hogy mind a kettőt, itt a trükk az az, hogy a cellába kell állni, abba az első cellába kell állni, amelyiknek mozognia kell, tehát mondjuk, hogyha én ezt akarom, meg ezt akarom rögzíteni, akkor ebbe állok, és azt választom, hogy, hát most először fel kell oldani, utána azt választom, hogy ablaktábla rögzítés, és akkor most is így is zárolta, illetve így is. Ugye, tehát az első sort, első oszlopot, tehát 5 sort és 3 oszlopot, attól függ, hogy milyen fejléceid van, magyarul a fejléceket kell majd. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik dolog... Hadd kérdezzek vissza, a rendezésnél az egyéni rendezés az hol van? Az egyéni rendezés az két helyen van. Egyrészt a kezdőlapon van a rendezés egyéni sorrend. Igen, másrészt az adatoknál is ott van itt a rendezés. Oké? Okay? Tehát két helyen is. Speciális? Nem, az úgy. Rendezés. Rendezés. Jó? Egyik megvan, másik meg. Adok, lenni szabad, és itt a rendezés. Oké. És akkor ez megjön. Ez a egyéni. Más a neve, de... De tök ugyanaz jön be. Oké? Okay? A másik dolog, amit itt a nagy adatállományoknál szoktunk csinálni, hogy az ablaktáblát felosztjuk. Mondtam, hogy vagy rögzítesz, vagy felosztasz, a kettő együtt nem megy. Pedig néha jó lenne, de nem megy. Tehát most akkor az ablaktábla rögzítést fel kell oldani, a nézetmenü szalagon találjuk, feloldom a rögzítést, és úgy tudjuk felosztani, hogy a görgető sávnak a tetején, a függőlegesnek a tetején, illetve a visszes görgető sávnak a jobb szélén, ott látunk egy pici kis téglalapot, és ezt le lehet húzni, illetve a másikat el lehet balra húzni, és akkor külön tudsz mozogni itt leföl, itt leföl, illetve jobbra-balra, itt is, hát itt is tudsz, de... Okay. És hát erre néztünk példát is, hogy mikor nagyon hasznos, amikor ugye mondjuk összesíteni akarsz nagyon sok adatot, és nincs kitöltve adattal. Emlékeztek, mert ugye az autófüggők a lookig mentek el, tehát addig, ahol ott volt az első look, és akkor hogy tudod kijelölni az argumentumát már. Be tudnád gépelni, tehát az megoldás lenne, de sokkal egyszerűbb mutogatni, hogy ettől eddig, hogy begép, hogy mit B3-tól B4822-ig, vagy mit tenne. A gépelés mindig hibajtős. Tehát így, most itt végig kükérni fogja, hogy olyan hülyeségre az én telefonomnak, gondolom másoknak is, hogyha le akar merülni, ha így pütyögölni, és ez a legjobb, mikor éjjezdel pütyögölni. Igen. Figyelni kell. Akkor a szűrsekről beszélgetünk ezt követően, ugye kétfajta szűrőt különböztettünk meg, az úgynevezett autószűrőt és a speciális vagy irányított szűrőt. Az autószűrő az olyan szempontból kevesebbet tud nekünk nyújtani, hogy ha több mező, több óra is megadunk feltételt, akkor mindig és a kapcsolat között. Igen. Úgy tudjuk feloldani a felosztást, illetve újra egyben látni, hogy a rákattint az duplát. Amelyiket el akarod tüntetni, arra a duplát rák. Ez a leggyorsabb. Lehet máshogy is, hogy visszahúzod oda, ahol beúztad, de ez a dupla katt, ez gyorsabb. Jó? Na,
Tehát a szűrések, az adatok menüvagon találjuk az összes szűrést, tehát itt van az X, az autószűrő, vagy egyszerű szűrő, itt a irányított vagy speciális szűrő. Ha az autószűrőt gyorsan fussuk át, de tényleg röviden csak, ha ott használjuk, be kell állni az adatokba, és utána kell erre rákintani. És akkor az összes mezőnév átalakul egy-egy legördülő listává, és lenyitva ott találjuk a különböző opciókat, hogy hogy tudok törni. Milyen opciók vannak. Mindig az összes szerepel benne. Tehát mondjuk itt az autó márkák voltak, és amilyen márka csak van, egy felsorolásra kerül. Ezen kívül van szám és szövegszűrő. Attól függően, hogy az oszlopban számot vagy szöveget tárolsz. A szövegszűrőknél a lehetőségek az egyenlő, nem egyenlő világos. A kezdete meg a vége az az, hogy úgy kezdődik a szöveg, illetve úgy végződik a szöveg. A tartalma az az, hogy valahogy kezdődik, ezt tudom, valahogy végződik. És a nem tartalmazza meg világos. És akkor van még az egyéni szűrő. Az egyéni szűrő a számszűrőnél, a szövegszűrőnél ugyanaz. A számszűrőnél, most válasz, hogy ez ahol számok vannak. A számszűrőnél az egyenlő, nem egyenlő, nagyobb, mint nagyobb, vagy egyenlő, stb. Ez világos. Korán hát átvészeltük, belénk verték, vagy éppen szerettük. Személyenként változó. A toplista az a értékét vagy százalékát tekintve az első vagy az utolsó általunk meg számú. Az átlag feletti meg az átlag alatti azt pedig azt csinálja, hogy kiszámolja a számoknak a matematikai átlagát, és ami a fölött van, azoknak látszani. Az átlag felettinél, az átlag alattinál, ami azok alatt. Jó, mert átlagban, ugye, tehát összeadjuk és osztjuk az elemek számát. Az egyéni szűrő pedig, akkor most nézzük meg, annyiban több, hogy két feltételt tudunk meg egy mezőre, a variációt ki lehet választani, és az összehasonlítási értéket, hogy mivel hasonlítjuk össze. Jó, tehát itt ugyanazok vannak, ez az egyenlő, nem egyenlő, kisebb, mint amiket az előbb láttunk, de két feltételt adhatok meg, tehát egyik feltétel, másik feltétel, és a két feltétel között megadhatom a kapcsolatot. És ezt a kapcsolat témát, ezt ragoztuk elég sokat. Most hadd ne ragozzon nagyon sokat, ugye annyit, nem mindenki volt itt, annyit a dologgal kapcsolatban, hogy amikor majd megadok több feltételt, és én és kapcsolatot adok be közöttük, akkor kerül bele az adatokba, valami, a leválogatott adatokba, hogyha mindegyik feltétel teljesül, ez az és. A vagynál elég, hogyha az egyik teljesül csak. Jó? Akkor ez egy jobb, csak egy hiányzunk van. A másik dolog, kikapcsolni úgy lett a szűrőt, hogy rákattintasz. Ja, bocs, egyet azért hadd szűrjek, mert itt néhány apróságra azért fölhívná az ember a figyelmet. Tehát mondjuk szűrtem, onnét lehet látni, hogy melyik oszlop a szűrt, hogy ott a legördítő elem alakja, a legtöbb elem alapja más lett, egy, kettő, tehát ez azt mutatja, hogy melyik mezőre szűrtem. És onnét lehet látni, hogy szűrja a számok kékek. Újra az összeset úgy tud láttatni, hogy rákattintasz a szűrők törlésére. És akkor még egyetlen egy dolog, hogyha te két oszlopnál is beállítasz a szűrést, akkor a kettő feltétel között a kapcsolat és
nem tudod megadni vagyra. Tehát vagy kapcsolatot az egyszerű szűrőnél, az autószűrőnél te nem tudsz megadni. Hogyha vagy kapcsolatra szükséged, akkor azt csak úgy tudod megcsinálni, hogy nem ezt a szűrőt használom, másikat, a speciális vagy irányított szűrőt. Kapcsoljuk ki a szűrőt. Na most a speciális vagy irányított szűrésnél mindig elő kell készíteni először a szűrést. Ugye megegyeztünk abban, hogy úgy dolgozol előre, hogy amelyik mezőre te feltételt akarsz megadni, amelyik oszlopra feltételt akarsz megadni, annak az oszlopnak a nevét vágólappal vagy más módon, drag and drop módszerrel oldalra félremásolod, egy üres oszlop mindig legyen, és beírod alá a feltételeket. Tehát mit te mondjuk az eladási ár, arra viszonylag könnyebb feltételeket megadni. Átmásolásra került, és aláírjuk a feltételeket. A feltételek meg úgy néznek ki, hogy relációs jel, a kisebb, nagyobb, illetve az őségi jel. A nem egyenlőt megbeszéltük, hogy az néz ki, tehát van egy ilyen, meg ilyen, ez a nem egyenlő. Illetve ezt nem tudom, hangsúlyoztam-e, hogyha kisebb egyenlő, nagyobb egyenlő, ezt akarod megadni, akkor ezt mindig úgy kell megadni, hogy kisebb, egyenlő. Úgy, hogy egyenlő, kisebb nem fog működni. Hát nem ilyen sorrendben adod meg. Jó? Csak úgy működik a szemedbe is, vagy ebbe. Nem tudom, megkeverem, mert az Access nevű program, a kifejezett adatbáziskezelő, aki dolgozott meg. Meg ez nagyon hasonlít ez a része legalábbis, és valamelyikben tuti, de szerintem mind a kettőben csak úgy működik, hogy kisebb egyenlő, meg nagyobb egyenlő. Tehát a sorrend nem lesz majd mindegy. Na, tehát beírod a relációs jelet, mondjuk, tehát ez annyit jelent, hogy kisebb, és megtalán adunk egy értéket, mondjuk 2 millió, mondom 2 millió, 1, 2, 3, 4, 5, 6, megadtuk. Tehát előkészítjük a szűrést, megadjuk a feltétel tartományt, szokták kritér tartománynak is hívni, és utána indítjuk a szűrést a speciális nyomógombra történő kattintással. De legyél benne az adatokban, mert akkor automatikusan fölismeri az adatokat, amit szűrni akarsz, és utána még ki kell jelölni a szűrő tartományt. Hát átkattintasz a másik rubrikába, és a tabulátorra látni, és kijelölöd. És akkor most nyomok egy okét, akkor 2 milla alatti áru autók lesznek csökkentve. Ugye onnét lehet látni, hogy szűrtem, hogy a rekord számok, illetve ezek most nem rekord, de hát majdnem. Tehát a számok kékek lett újra. Újra mindent láttatni a szűrők törlése, gombra történő kattintással tudok. És akkor megbeszéltük azt, hogy ha majd én úgy akarok megadni feltételt, hogy több feltételt is adok meg, akkor nagyon nem lesz mindegy, hogy írom be a feltételeket. Az egy sorba írt feltételek között a kapcsolat és az egymás alá külön sorba írt feltételek között a kapcsolat van. Ez a kulcs, ez a két mondat a kulcsa az egésznek, ezt kell tudni alkalmazni. Még egyszer itt hadd kérdezzek, hogy most egy ilyen táblát nyitok meg, gyertünk a szűrési feltétel. Hogy az tűnt fel, ezt múltkor kérdezett, ugye, mert az olyan helyen volt, ami nincs benne, igen? Igaz. Jó, de valamiről rá tudok jönni, hogy ez szűrtáblát? Mondom, hogy kék szín. Jó, csak abban. Csak abban. Tehát semmi más nem jelzi. Nem. Illetve hát az is jelzi, hogy ezt a gombot te meg tudod nyomni. Aktív, igen. Aktív, mert ha nem szűrt, akkor nem tudod megnyomni. Nem aktív. Ha meg tudod nyomni, nem történik semmi. Tehát a halvány szűrt, hogy mint az alatta lévő. Oké? Tehát ebből a két dologból. Szűrőszerűen. Most
Közben még egy-két apróság eszembe jutott, és ezeket hadd mondjam el, mert el fogom felejteni. Na most ezt aztán ragoztuk orba szájba, jó? Mindenféle dolgokat itt megbeszéltünk. Annyi példát néztünk rá, égen a csillag. Jó, tehát ezt most hadd ne mondjam el újra, mert tehát akkor az egész előadás újra elhangzik. Beszéltünk utána a részösszegekről, de most hadd szúrjak közbe két apróságot, mert szerintem szükség lesz rá. Most jutott eszembe, és ha nem mondom, egyszerűség, hogy elfelejtem, ismerem magamat. Egyik az az, hogy néha szükségünk van arra, hogy így vannak az adatok, de nem így kéne, hanem így. Tehát 90 fokkal elforgatva. Tehát egy oszlopban vannak és sorba kellene, vagy sorba vannak és oszlopban kellene. Biztos jártatok már így. És hát ha nem ismered a nagyon egyszerű trükköt, akkor nincs más megoldás, mint begépelőt újra. De ezt nagyon egyszerűen elforgatni. Mutatom, aztán majd leírjuk később, jó? Tehát kezdek egy új munkalapot, jó? És beírom a napokat, jó? Napok. Mondjuk hétfő. Ismerjük az autó kitöltőjét az Excel-en. Fogja folytatni, hogy húzod lefelé. Oké. Tehát most szépen egymás alatt ott van a hét napja. Aztán rájövök, hogy hopp, a francba ezt nem kellett volna. Nem egy oszlopba, nem egy sorba kellett volna őket írni. És akkor azt fogom tudni majd csinálni, hogy kijelölöm őket, amit el kell forgatni. Nyomok egy Ctrl-C-vel, kiraktam ugye a vágólapra. Tudom egyébként, hova el akarom forgatni. Na most mondjuk, hogyha úgy kell elforgatni, hogy innél indul, hát nem biztos, próbáljuk meg, lehet, hogy így is fog menni. De nem vagyok benne biztos. És a kezdőlapon van egy ilyen, hogy beillesztés. Ezt lenyitod. És a legalsó eleme az, hogy irányított beillesztés. Ezt válaszol. És akkor itt találunk egy olyat, hogy transponálás. És oké. Na ez az, amit mondtam, hogy nem biztos, hogy fog menni, medésbe van. Hát akkor arrébb állok egyben. És akkor most transponálom. Transponálás, oké, és most elforgatta. Megcsinálja 500 adattal is, vagy amennyi kijelölsz. Én már jártam így, hogy rájöttem, hogy ez nem így kellett volna forgatva, és mindaddig, amíg ezt a trükk nem ismertem, ez nagy szívás volt, mert nem tudtam más csinálni, mint újra beírni. Tehát vissza az egészhez. Tehát azzal kezdted, hogy kijelölöd, nyomsz egy Ctrl-C. Oda mész, ahol miért kezdve akarod illeszteni. A beillesztést lenyitod, a kezdeni szalagot. Ott van egy olyan elem, hogy irányított beilleszteni. Azt választod. Az opciók között van egy olyan transponálás alul. Azt kipipálod, nyomsz egy okét és kész. Transponálod. Minden eszembe invertálás, mert nem. Transponálom. Nem mondtam a nevét, de tudtam, hogy nem az. Csak nem jutott eszembe. Csak egy mezőt kell kérni. Tehát ezt kijelölted, itt megcsodálsz, ahonnét kezdeni akarod. Oké? Okay? Jó, ez volt az egyik, amit el akartam mondani. Ez ilyen kis nyúlfartnyi, de ha valaminek kell, akkor... Tehát aki már járt itt, tudja, hogy ez mekkora szívás tud lenni, hogy nem tudja elforgatni. A másik dolog, amire néha szükségünk lehet, hogy vannak adatok, és nem gondolkodtak előre, és úgy írták be az adatokat, hogy mondjuk a címet úgy, hogy 9021 Győr, Mester 18, 9023 Győr, Bacsó 2. Tehát ide van a irányítószám, a helység, az utca, meg a házszám. És az esetek többségében
jó, de van, amikor nem, mert szép kellene oponensekre szedni a címet, vagy a nevet, vagy mit tudom én mit. Értitek? Mm-hmm. És aki volt már ilyen feladata, az tudja, hogy hát ez valami iszonyat. Ez valami iszonyat. Tehát, hogy 50 adatod és azt szét kell szedni, beőrül. Annyi munka. Rettenetes. És ezt meg tudod csinálni, nagyon egyszerűen. Csináljuk azt, hogy beírunk 3-4 címet. Jó? Na most ez nem lesz tökéletes, mert ő úgy szép komponensekre, hogy az első szó köznél. És hogyha te úgy adod meg, hogy Tihanyi 2, a másiknál meg Baros Gábor 7, akkor a Barost meg a Gábort is szétszedik. Értitek? De még mindig egyszerűbb a dolgod, mint te neked újra beírni, vagy kijelölött Ctrl-C, oda mész Ctrl-V, másik részét jelölött Ctrl-C, tehát még mindig egyszerű lesz a dolgod. Tehát írjunk be néhány címet, mondjuk 2021 Győr Munkácsi Mihály 1-5, ott vagyok, aztán 923 Győr Este 18, ide szedtem. Aztán mit mondjak, valahogy 9020, nem tudom hány volt, adtam. Győr Erfurt út, az mi volt? 28, mindegy. Na jó, kérjük. 28. Ja, akkor még értük. Tehát, ugye elrontottam az irányító számot, 9026, Győr, Erfurt. És akkor rájövök, hogy a franc nem is 26, hanem 28. És a 6 kéne 8-ra javítani. Ugye szövegkezdőbb ez nem gond, visszamész. Itt nem tudsz visszamenni, mert a nyilván nem tudsz mozogni. De tudsz, egy kis trükkel. Nem olyan trükk, annyi a trükk, hogy megnyomod az F2-es funkcióbillentyűt, és már tudsz mozogni innét kezdve. Oké. Okay. Tehát ha megnyom az F2, már tudsz mozogni. Tudnilik, az Excelnek három üzemmódja van. A kész üzemmód, amikor nem csinál semmit. És ő is ott úgy áll. A beírásmód, amikor elkezded gépelni az adatot. Meg a szerkesztésmód, amiben úgy jutsz be, hogy a cellába duplát kattintasz, és akkor ott tudsz szerkeszteni. Na most azt viszont nem nagyon szokták tudni, hogy a beírás módból át tudsz meg a szerkesztés módba, úgy, hogy megnyomod az egyes funkcióbillentyűt, és akkor bekerültél a szerkesztés módba, és a szerkesztés módba működnek már azok a kurzogató funkciók, amiket esetleg szövegszerkesztőből ismersz és megtanultál, mert mit illene ismerni? Mondjuk a nyilakat ismeri mindenki, de azt nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy a kontroll jobbra-balra nyillal úgy tudsz mozogni jobbra-balra, hogy nem betűnként, hanem tanként ugra-bugrálsz, és azzal azért sokkal gyorsabban boldogulsz. Oké? Okay. És akkor tudod javítani sokkal egyszerűbben, mint hogyha backspace-el visszatudod, azt a 15 betűt beleírtad, amit elrontottál jól, és újra végzett. Szerintem sokkal egyszerűbb. Annyit kell meg az F2, kész. Na, akkor, de hogy hány szám alatt laktam, azt már nem tudom, talán 49, mindegy. Jó, ezen már ki lehet próbálni a komponensekre bontást, tehát az lenne a lényeg, hogy nekünk ezek úgy kellettek volna, hogy egyik helyen, egyik oszlopban az, hogy 9021, másik az, hogy Győr, harmadik oszlopban az utca, stb. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy elplatjog szépen ide az adatok menü szalagra, és itt van egy olyan, hogy szövegből oszlopok. Csak azzal kell kezdeni, hogy először kijelöld azokat a cellákat, amiben a szöveg van. Tehát most mind a három cellát először ki kellett jelölni. Utána kell rá kattintani, hogy szövegből oszlopok.
most azt kell eldönteni, hogy hogy kell a szöveget szétválasztani oszlopra. Lehet kétféleképpen, az egyik az az, hogy azonos számú karakter van az egyes oszlopokban, vagy általunk. Nem, ez az opció nincs. Ez a... igen. Ez a fix széles félrejthető. Ez a mostani esetünk, és lenne olyan, hogy ahol el kell választani, ott valamilyen tagoló karakter van. Ez a ritka eset szokott lenni. Tehát a mostani esetünk ez. Menjünk tovább. És akkor látja, hogy hogy fogja majd szétszedni. Ez nem úgy szedte szét, hogy nem kell, de miért nem szedte szét. Jó, mindegy. Tovább. Ja, egyébként itt a közönél ezeket a vonalakat te húzhatnád arrébb. Tehát meglenni azt, hogy ez itt így maradjon egybe. Ugye? Akkor nem tudom, szósz raktál? Tudsz kattintani. Vonalat tudod kattintani? Ilyen vonalat tudsz kattintani. Te tudsz vonalat is berakni, kösz, ezt nem tudtam. És ne csak. Nem, igen? Jó, és akkor tovább mész, befejezés, és akkor szétszedek komponensekre. Ez mondjuk azért érdekes, mert hogyha az adatbázisból így egyre tárolták le a címeket, és neked szét kellene válogatni a különböző településen lakó embereket, és csoportosítani majd a kimutatással, amiről mindjárt lesz, akkor ha így egybe van a cím, nem tudod a kimutatásban településenként szedegetni az embereket, így meg tudod? Oké? Okay? Na, ez a két-három dolog jutott így hirtelen eszembe a adatokkal kapcsolatosan, és akkor térnék még a múlti előadásra. A részösszegek segítségével tudtunk egy szempontot figyelembe véve, egy csoportosítási szempontot figyelembe véve összesítéseket készíteni. Tehát mondjuk például, hogyha jelen adatállományban régiónkénti összesített ár kellene, akkor ezt a feladatot meg tudjuk oldani például a részösszegekkel is, meg a kimutatással is, de a részösszegek talán az egyszerű. Azt nem tudom megcsinálni a részösszeggel, hogy régiónként és márkánként, azt már csak kimutatással tudom megcsinálni. Tehát mindig egy csoportosítási szempont lehet a részösszegekben. Úgy kell dolgozni a részösszegnél, hogy ami szerint csoportosítani akarom, az szerint sorba kell először rendezni. Most én direkt nem rendezem sorba, hogy meg tudjam mutatni, hogy miért kell sorba rendezni. Tehát régiónként szeretném csoportosítani. Most nem régiónként van csoportosítva, nem lesz jó. Úgy dolgozok a részösszegekkel, hogy bennállok az adatokba, tök mindegy, hol való, bennállok az adatokba, rákattintok a részösszeg ikonra, és aztom a csoportosítási alapot. Megadom azt, hogy régió. És mit? Hát az árat. Milyen függvénye? Összeg. Ugye ezt mondtam. Na most én nyomok egy okét, először is belőrül, mert annyira hülyeség jön belőle, de előbb-utóbb megcsinálja, lehet látni, hogy ez itt készíti. Ugye azért tart ennyi ideig,
mert elkezdte éjszaka a föld, az utána következő, az már más, tehát itt lesz egy összeg, Észak-Magyarország, Észak-Magyarország, ezt a kettőt összesíti, Észak-Alföld külön összesíti, Nyugat-Dunántúl ezt a kettőt összesíti. Te? Na most ez azért tart ilyen baromi sokáig. Mert hát egy nagy baromságot csinálunk. Oké, itt is van. Ugye éjszaka összeg, ez a kettő összeg, ez önmagában, ez a kettő összeg, ezt mondtam, hogy ezt fogja csinálni, ezt is csinálni. Ugye kijön belőle az összeset, ezzel megint eltökölészik, nagyszerű. Tehát, hogy ilyen legyen, ugye azt kell csinálni, hogy ami szerint csortosítva akarod látni az összegeket, amit összesíteni akarsz, az szerint először rendezni kell. Egy kulcsos rendezés. Ugye egy kulcsos rendezés, összejött. Egy kulcsos rendezés, állunk ebbe az oszlopba, rátok az AZ-re vagy a ZA-ra, most ugye majdnem tök mindegy, rendeztem, most választom ki a részösszegeket, régiónként összeggel, leválási ár, oké, kész is van. Ugye sokkal gyorsabb volt, mert hát most nem kellett annyiszor számolgatni meg, mint olyan. Jó? Tehát ez a részösszeg. Na most, ami fontos, hogy mi ez az 1, 2, 3 itt a bal oldalon fölül, ugye a 3-asra kattok, akkor milyen elemet fogok látni, tételesen külön-külön. Ha a 2-esre kattint, akkor csak a részösszegeket látom, tehát a régiónkénti részösszegeket. De egyúttal minden régió névnél ott van egy plusz jel. Ha a plusz jelre kattintok, akkor azt a részösszeget tételesen is fogja mutatni. Viszont a plusz jelből lesz egy mínusz jel. Oké? Okay. És ha az egyesre kattintok, akkor csak egy szumma-szumma. Tehát egy végösszeg. Jó, ennyit hadd mondjak csak a részösszegekről. Ha ennél többet mondok, akkor megint elmondom az összeset, de hát annak nincs értelme, hogy minden azt mondja az ember. Viszont szerintem utána elkezdtük a kimutatást. Ugye itt mindent leértünk ezzel kapcsolatban. Hogy kell csinálni, hogy lehet kiszedni, mint a mindent. Így van. Utána elkezdtük a kimutatást, és a kimutatással kapcsolatban megegyeztünk, hogy azt azért újra végignézzük. Hát az maga a csoda, és egy példa alapján biztos, hogy nem lehet ott érteni. Annyit kell a kimutatással kapcsolatosan tudni, hogy akkor fogsz majd a kimutatás eszközhöz nyúlni, hogyha nem egy szempont szerint szeretnél összesíteni. Tehát nem csak régiónként szeretnél összesíteni, hanem mondjuk régiónként és márkánként szeretnéd látni, hogy mennyi az eladott autóknak az ára. Ezt részösszeggel nem tudod megcsinálni, csak kimutatással. Úgy dolgozunk a kimutatással, hogy beleállunk az adatokba, és akkor ezt most már együtt csináljuk, jó? Beleállunk az adatokba, valahova ide, de több mindegy, hogy hova. Hogy tudok visszamenni, hogy a részösszegben vagyok? Úgy tudsz visszamenni, hogy újra rákattintasz a részösszeg ikonra az adatok menüszalagon, és azt a nyomógombot, hogy az összes eltávolítása, azt nyomod meg. Oké? Okay? És akkor kiszedi. Sehogy máshogy nem tudod kiszedni. Ha ezt nem tudod, akkor nagy szívás. Jó, kijött? Tehát beleálltam az adatokba, és ugye azt írtuk puskának le magunknak, hogy beszúrás műszallag kimutatás. Tehát ez nem az adatok műszallagban, hanem a beszúrás műszallagban. Átmegyünk a beszúrás műszallagra ide, és itt van az elején az, hogy kimutatás. Annyi változás lesz, ja még nem. Először megkérdezi, hogy ezekből akarsz? Igen, ebből. Megjegyzem, külső adatforrás is lehetne. Tehát, hogy máshonnét veszem, és akkor be kéne tallózni meg. De nem szokott ilyesmi. Hozzuk le, és akkor most mondom, hogy változás lesz, hogy beszúrt egy új munkalapot. Tehát beszúrt egy új munkalapot.
És erre a munkalapra, ide jobbra, fölül felsorol a mezőneket, tehát az egyes oszlopok tetején lévő elzéseket. Bal oldalra négy különböző területet jelölt ki. Egyrészt egy sorfejlécet, egy oszlopfejlécet, magukat a kiszámolandó adatokat, ahova kell rakni, az a terület. Itt lesznek majd a számolt értékek, ezek a magyarázó feliratok lesznek. És fölül egy magyarázó felirat, de egészbe szűrni is. És én azt mondtam meg, hogy két szempont szerint akarok összesíteni, mondjuk régiónként és automárkánként. Nem lesz majd mindegy, áttekinthetőség szempontjából nem lesz mindegy, hogy te hova húzod a régiót és hova húzod az automárkát. Ugye mert régióból Magyarországon van 7-es darab, automárkából meg azt hiszem majdnem 20-at raktam bele abba a táblázatba. És úgy húzzad a mezőneveket, hogy több van, azt húzzad ide oldalra. Amiből kevesebb, azt húzzad felőre, mert így lesz majd áttekinthető, sokkal egyszerűbben áttekinthető. Egyszerűen azért, mert ha a fejlécek, amiket ide rak, ahány elem lesz, annyit rak ide, és mindegyik elfoglal valamekkora szélességet, és akkor egy baromi széles táblázatot fog kapni. Ha sokból sokat kell ide rakni, tehát ha 30 automárt, akkor a Baros útnál lesz a vége. A táblázat a szélesség. Viszont ha csak 7 régiót rak ide, az az udvaron már fejeződik. Kérdezz meg, hogy azt szeretném kérdezni, hogy én nekem az éreki, hogy forrásadatok. Nem vetted ki belőle a részösszegét. Hogy tudnám kimenni? Mégsem. Igen. Ezt kérdezte a Bi. Adatok, részek, az összes eltávolítása. És akkor most. Így oké? Jó? Akkor most csináljuk, hogy a régiót na, még egy kicsikét. Tehát három szempont szerint is tudsz te csoportosítani. A harmadik szempont, ami szerint most csoportosíthatunk, ha belegondolunk, ugye az eladási hónap. A többire nem lehet csoportosítani adatokat. Azok nem olyan adatok, hogy csoportosítanásra. Biztos, hogy a legtöbb a márkából van, tehát tuti, hogy a márkát ide fogom majd húzni. Eladási hónapból van 12, régióból meg 7. Amikből a legkevesebb van, azt húzzuk ide. Amikből a legtöbb van, azt húzzuk ide. A maradékot majd ide húzzuk. Ez egyik szempont. A másik szempont meg az lehet, hogy amelyikből néha szűrni akarok, azt kell ide húzni, mert itt szűrni csak itt tudsz. Tehát ennek fejlésznél. Ezt a régi elrendezésben oldalfejlésznek hívták, oszlopfejlésznek, sorfejlésznek. Na, akkor most játsszuk azt el, hogy a régiót idehúzott föntre, a adási hónapot szintén föntre, de egy szinten lejjebb, tehát ne a oldalfejlészbe, hanem a oszlopfejlészbe. És a márkát pedig húzzuk ide bal szélre. Nem tudom. Nem tudom. Hadd lopjak meg, de én ezt most kitűnöm. Ezt is kitűnöm. Most szerintem.
Jó, és néha lesz majd olyan, igen? Én nagyon szerencsélem vagyok. De ha most is, akkor... Akkor nem tudom. És van. Köszönöm! Köszönöm! Slő! Slő! Tehát azt akartam mondani, hogy olyan esetek, amikor még egy másikat mellé rakunk, mert mondjuk az Alfa Romeo-n belül különböző típusok is vannak. Tehát fogom, és ezt a típust ide húzom. Ide, e mögé, nem elé, mögé. És hova lettél? Ott van. De ennek nem így kéne kinézni. Tehát a márka. Így. Jó, tehát így kell kinézni. A példát rá, hogy mikor lehet ezt megcsinálni. Jó? Tehát mondjuk letárolásra kerül az, hogy hol laknak a dolgozói egy cégnek. De úgy, hogy a megy is, meg a város is. És akkor van értelme annak, hogy ide húzod a megyét, és mellé a várost. És akkor a Győr-Moson-Sopron megye, Győr-Sopron, Csorna, stb. Fősorva. Következő megye Veszprém, Veszprém, Hajka, Várpalota, mit te? Oké? Rendben? Vagy mondjuk egy raktár, és akkor a szállító megnevezése, meg mondjuk a szállítótól te azt is letárolod egy külön oszlopból, hogy az micsoda, amit ő szállított. Tehát egy zégergyűrű, szeg, mint olyan most ilyen autós dolgot mondtam. És akkor az ilyen cég, zégergyűrű, szeg, olyan cég, ez az ama. Okay. Így oké? Okay. És végül ide
ide kell húzni azt a mezőt, amiben lévő értékekből valamit mi ki akarunk számolni. Mit számolhatunk? Milyen függvénnyel számolhatunk? Hát a statisztikai függvényekkel. A szummával, átlaggal, minimummal, maximummal, meg hát múltkor néztük ilyen szórás, variancia, meg mit, ilyesmi, de ezeket én sem tudom, már múltkor bevallottam, hogy 81-ben, mint amikor tanultam utoljára ilyet, úgyhogy megkérdezzétek, hogy ez micsoda, csak tudom, hogy tanultam. És nagyon régóta tanítok Excel-t, és ezt olyan jól lehet mondani, hogy szórás, meg variancia, meg varp, azt hiszik, az ember olyan okos, hogy ezeket ugye, de nem, csak hazatol. Jó, tehát, hogy előadás jár, ezt ide bedod, és akkor már ki is számolt egy csomó dolgot. Most, hogy melyik fényt, azt onnél tudod, hogy itt lent megnézed, az értékeknél az összegfüggvény szerepel. Ha nem azt kell, akkor majd alakítjuk rajta. Tehát itt lent az összeg szerepel. Nem biztos, hogy az szerepel, nekem az szerepel, lehet, hogy neked nem az, hanem a darab, vagy mennyiség. De mindegy, hozzá tudunk nyúlni. Tehát azt, hogy melyik függvénnyel dolgozzon, azt meg tudjuk változtatni, de többször is idehúzhatunk valamit. Mert lehet, hogy jó, akkor először csináljunk belőle átlagot, jó? Tehát ide behúztuk a ide a területre, ide, behúztuk az eladási árat. Ide. Na, először ne a függvényt változtassuk meg, arról múltkor nem beszéltem, hogy hogy lennét eltávolítani valamit, vagy minden úgy döntött, mégse kell. Úgy tudod eltávolítani, hogy itt, ezeken a helyeken törölsz. Hát ráállsz arra, amelyik nem kell, és delete gondolom, vagy van ehhez hasonló. Töljük ezt ki, jó? Tehát rákattintasz mezőtől a vése. És akkor azt kivetted. Oké? Okay? Tehát így lehet törölni. Rakjuk rá újra, ugyanoda. Jó? Tehát az eladási árat ide valahova, az érték mező területre. Újra húzzuk oda az eladását. Na, akkor most már tudunk törölni, hozzárakni világos, hogy hogy kell. Megjegyzem, úgy is hozzá lehetne rakni, hogy innét nem oda húzott, hanem ide húzott. Szerintem. Na, akkor nézzük meg, hogy hogy tudod megváltoztatni a függvényt. Ezeket én nem írom, mert múltkor ezeket leírtuk. Nem. Már írom, mert idáig jutottunk. Ideig jutottunk, tehát odáig jutottunk, hogy húzkodjuk oda, de a többit már nem írtuk. Na akkor új előadás. Második modul. Nem tudok írni. Egy picikét várni kéne, mert ez olyan szar ez a számítógép az enyém, hogy be lehet USB-portot fordítva dugni, és akkor ledugjuk az USB-port, és sikerült ledögleszteni. Most újra kell indítani, ne haragudjatok, pillanat. Nem, hogy ebből baj lesz. Elvileg. Most itt ezen az oldalon szokott gondolni. Minden jó. Lefem az én gépemen. Jó? Különindítom, ne haragudjatok, jó? Mert nem tudok különben itt két. Álljátok? Nem kell, hogy indítom. Fent rajzolom. Azon. De fent van az interneten is. De nincs nekem. Azt tudom, hogy ez egy hol vagy, hol vagy? Az egyetemben, kivizetettem, hogy kivizetettem.
Tengér van. Kuntorat, tisztában. Az is van. Itt a gyökérbe, autók nélkül. Még lehet, hogy nem ismertik el. Kapják EU-s pénzt, információkból kapták, ugye az, akkor az a cél, hogy minél drágább legyen, mert annál nagyobban lehet lenyúlni. Mikor meg te veszed a sezsebetből, akkor meg a hát, értékarányot akarsz meg. Tehát ez a, nálam az inflatív tábla igazándiból ezik, ez a feltét. Most nem tudom levenni, mert én is oda raktam már, mert volt olyan, hogy itt utogattam, nem is ütögettem, és úgy leesett, és nehogy így járjak, már oda rögzítettem, de ez egy olyan 250 ezer forint az a izé, és ezt te oda rakhatod a falra, egy sima fehér falra, így puff, oda fölrakod, és oda vetítesz, kalibrálod, tehát kalibrálás az ennyi, oda kattintasz oda, tehát az egyes pontokra, és akkor kalibráltad, és akkor van egy interaktív tábla, ezt bárhova oda tudod venni, vinni. Tehát fogod, berakod a táskába, ezt össze lehet hajtani, egy elkarult, kész. Tehát egy női ridikülben, egy nagyon női, egy női ridikülben már elfér. Egy női ridikülben egyébként minden elfér, szoktak poénkodni a férfi, egy egyszerű motor generált, egy női ridikül tartalmával el lehet végezni. Oké? Tehát a második elmondása. Tehát akkor azt megbeszélt, hogy hova kell húzni az egyes dolgokat, de kell még tisztázni, hogy ha véletlenül rossz helyre húztam, akkor hogy lehet onnét törölni, hogy lehet másik függvényt alkalmazni. Ezeket fogjuk akkor most még gyorsan megbeszélgetni. Tehát a felesleges megdaglése. Ugye itt van jobb oldalon ez a lista ablak, ez, amit ki tudsz kapcsolni itt. Ne tedd meg, de ha véletlenül kikapcsoltad, akkor ez a mezőlistával tudod újra visszakapcsolni. És, hogyha valamik nem kell, akkor a mezőlistában rákintasz és a törlést választod. Csak így lehetne tőlem. Jó, tehát itt a kimutatás. Itt jobb oldalon ott van a mezőta. Itt van mondjuk az egyik mező. Katt. Tehát egyszerűen rákattintasz arra a mezőre, amit törölni akarsz. És ott a megjelenő opciók között mindig azt kell választani, amire szükségünk van, esetünkben a törlést. Tehát így tudunk egy mezőt törölni. Ugye a mezőt törölni, ami nem kell. Vagy nem kell. Jó?
többi opció az világos. Most ami mi esetünkben nagyon fontos lett, lényeges lehet, hogy az értékmezőnél a függvényt hogy lehet meghatározni. Ez csak az értékmezőnél van, tehát nálam itt ide húztál. Rákattintasz arra, hogy értékelő beállítások, és akkor itt vannak a függvények. Tehát a következő dolog, amit meg kell beszélnünk, az az, hogy gyorsultál. Melyik? Függvénnyel számoljunk. Hát nem hiszem, hogy majd ő fog számolni. Itt van az érték. Tehát amiket ide húztam, azok a mezők itt lesznek fölsorolva. Egyszerűen arra a mezőre rákattintok, amelyiknél meg akarom változtatni azt a függvényt, amit ő berakott, mert nem biztos, hogy ő azt rakja, amit én akarok. Tehát rákattintok, és az értékmező beállítás választ. Oké, tehát itt a kimutatás. Jobb oldalt a mezőlista, hát ez. Ennek a mezőlistának a jobb alsó sarkában az értékek. Mező 1, mező 2. Hát most csak mező 1, mert nincs mező 2. És amelyiknél meg tudod változtatni a függvényt, ott. Tehát egyszerűen rákattintasz arra, amelyiknél másik függvényt szeretnél használni, és utána értékmező beállítás. Akkor ezt most csináljuk meg, jó? Így akkor ez áttekinthető, leírtuk, próbáljuk ki. Most az összeg szerepel, szeretnénk állagot inkább. Ha leokézom, akkor már is az átlag jelent meg. Na most ilyen bazik számok esetében, mint amilyen most van, egészen biztos, hogy problematikus a számok kiolvasása. A számformátumokat jó lenne, ha tudnánk használni, amiket tanultunk ugye az alapfokú tanfolyamon, az ezres csoportosítást, és a többi, és a többi. Ezeket tudod megcsinálni, az előbb voltunk, tehát ugyanoda menjünk be. Csak nyomjuk meg a számformátum nyomógombot. És amit kapok, az már ismerős, ugye? Hát ez már ismerős. Attól függően, hogy mit szeretnél, választod ezt, azt, gyamaszt. Hát a pénz nem lesz most esetünkben a nyerő. És látjuk, hogy hány tizedessel szeretnénk látni. Hát ilyen nagy számok a tizedesnek nincs jelentőség, úgyhogy nulla. Lokézom, és még egyszer lokézom, akkor ugye azért ez ugye már egészen máshogy néz ki. Miért vannak lukak? Mert nem adtak el abból a kocsiból, abban a hónapban. Oké? Okay? Ja, én nem arra gondoltam. Azt hittem, hogy azt kérdezett, hogy miért vannak a
a szelmédiák között. Itt ezek? Igen, igen. Hát a, ez a csoport. Jó, oké. Most szeretnénk még egy másik dolgot is, nem csak az átlagos árat szeretnénk látni a egyes hónapokban az egyes márkákból, hanem az összesent is, az összeget is. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy azt az adatot, amit össze kell adni, azt megint idehúzod. Tehát még egyszer. Az eladási árat megfogod, behúzod még egyszer. Kész. Eldobtad. Beadta a megfelelő helyre, de korán sem biztos, hogy összefüggvénnyel, de azzal. Ha nem azzal rakta volna, akkor beállítottad volna, hogy összefüggvény. Úgy, mint ahogy az előbb átállítottuk átlagra. De ugye az némileg zavaró, bántsa a szemünket, hogy ez itt szépen pénznembe van ez meg. Ilyen. Jó? Ugye állítsuk át a formátumot, hat az összegre, értékmező beállítása, mit kell megnyomni, számformátumok, válasszuk ki azt, hogy pénznem, tizedes nem kell, oké, oké. És akkor ott van. Honnét tudod, hogy melyik az összeg, melyik az átlag? Hát először is látszik. De oda is van írva. Oké? Oda is van. Tehát ez az átlag, ez meg az összeg. Oké? Na a számformátumot is rögzítsük magunknak, tehát négy függvénnyel számoljunk. Így van. Következő dolog, számformátum. Számformátum. Állandóan újra lerajzolom, bocs, kimutatás. Bezúd is. Az ugye? Érték. Kapt. Érték beállítás, egy értékmező beállítás, nem, tulajdonság, mi a felvonás? Értékmező beállítás. És ezután ennek a folyamodványa, ennek a futásaként számformátum. Ezt kell megnyomni. Na, ennek a folytatását, hogy mit kell csinálni, azt már nem kell leírni, ugye, mert azt a kezdő tanfolyam megbeszélt. Tehát az nem a tanfolyamnak az anyaga, az az elő tanfolyamnak az anyaga. Jó, még egy dolgot megnézzük. Túl sok értelme jelen esetben nincs, de mégis valami. A darabokra is kíváncsiak vagyunk, jó? Tehát, hogy hány autót adtak el adott helyen. Azért mondom, túl sok értelme nincs, mert ha az összeg van, meg a darab ott lenne, akkor átlagot nem kéne. Mert egy osztással bármikor kiszámolhatod, de hogy ne kelljen számolni, az is van. Na, akkor húzzunk. Mondom még egyszer, a adási ára. És ebből csináljunk darabot. Na most itt egy pillanatra hadd álljak meg. A darab függvény az nem csak számmal működik, az szöveggel is. Azt számolja meg, hogy hány nem üres cella van ott. Oké? Okay? Mi összegből csináljunk darabot.
játékmező, beállítás, darab. Oké. Most pedig az nem olyan rettenetesen zavaró, hogy nincs mértékegység, de most direkt zavarjon bennünket azért, hogy megnézzük, hogy hogy tudunk darabot odaírni mögé. Elvileg tudjuk. Újra értékmező beállítás, számformátum, és hogyha olyan mértékegységet szeretnék mögötte látni, amit nem tudok választani, na most olyan sok mindent nem tudok választani egyébként, pénznemeket tudok választani. Leginkább, más nem nagyon. Akkor az egyénit kell kiválasztani. És én úgy szoktam tanítani, hogy vagy ezt használod, attól függően, hogy tizedesre szükséged van, vagy sem. Ránézésre látszik, hogy melyiknél van tizedes, van. Alsónál. Tehát akkor most a felsőt választ, ugye, mert most nem kell tizedes. És utána a formátum kódba oda kattintunk a végéhez, és egyszerűen begépeljük idézőjelbe azt, amit mögöttetnénk látni. Idézőjel, darab, de hogy ne a seggébe legyen a számnak így közvetlenül, ezért egy szóköz is kell. Az az idézőjelen belül kell, ez fontos. Tehát idézőjel, szóköz, darab, idézőjel bezárva, oké. Oké. És akkor most már ott van mögötte az is, hogy darab. Ugye, hogy egy darab, kettő darab, bármit oda tudunk írni mögé, bármit. Kiló, méter, liter, pár, bármi. Jó, ezt nem írjuk le, mert ez semmi újdonság. Nem? És akkor ezen kívül múltkor még megnéztük azt, hogy lehet az adatokat csoportosítani. Például, ugye most havi bontásban látom az adatokat, de sokszor pár terve, negyed évben. Ez annyit jelent, hogy az első három hónap adatait kéne rakni, a második három hónap adatait kéne rakni. Úgy tudjuk megcsinálni, tehát a csoportosításról fogunk beszélni a továbbiakban. Ki kell jelölni azokat a feléceket, amiket egy csoportba szeretnék rakni. Ezek nem feltétlenül kell egymás mellett legyenek. Ha nem egymás mellett vannak, akkor a többszörös kijelölés módszerével tudom csinálni. Ugye az a cut, control, cut, control, cut, control. Az első cut, az sima cut, a többi control cut. Miért sima cut az első? Azért, mert hogyha az elején is kontrollal kattintok, akkor most vagyok hol, és azt is beleveszi a kijelölésbe, ahol most vagyok. Én, tehát az első katt a sima katt, ez vagyok, és utána a kontroll billentyű nyomása közben katt ide, hát be tudnám kapcsolni, hogy legyen egy virtuális billentyűzetem, és akkor nagyon elegánsan itt is tudnék kattintani, de hadd csináljam kevésbé elegánsan. De mivel ezek most nem össze-vissza vannak, hanem egy csoportban, ezért húzással is ki lehet jelölni őket, ugye? Tehát a csoportosításnak az első lépése az, hogy a csoport elemeinek kijelölése. Kijelölöm a csoport elemét. Ezen túl vagyunk. A következő lépés az az, hogy most csinálok egy csoportot, itt van egy ilyen, hogy kijelöltek csoportosítása. Kicsit. Karag nagyobb. De nem, 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 nem,
Ugye ezért nehéz eleget tenni, te megsülsz, te pázol, pedig ott ülsz a fürdőtestben. Öltözik, megy el. Tehát kattintok ki előttek csapat, és akkor össze őket. Most még az adataikat nem látom egybe, még mindig szétbontva látom őket. De ha akarom, most már össze tudok őket vonni egybe. Jó, tehát erre kell kattintani, hogy kijelöltek csoportosítása. Jóra mutat a nyíl, ugye? Igen. Kijelöltek csoportosítás. Csoportot bontani meg úgy lehet, hogy ráállsz arra a csoport, amit fel akarsz bontani, és van mellette, az előbb használt ikon mellett egy olyan csoportbontást látjuk, ugye? Úgyhogy ezt kiegészítjük. Nem egészítjük ki, csoportbontás. Csoport kijelölése. És véletlenül rossz csoportot csinálsz, leginkább akkor lesz erre szükséged. És nem veszed rögtön észre, mert rögtön észre veszed, akkor visszavonod a pázsból, ugye? A következő dolog, hogy hogy lehet átnevelni a csoportot. Vagy ne az legyen a csoport neve, hogy csoport 1, csoport 8, stb. Úgy tudod átnevezni, hogy rákattintasz arra a cellára, amiben ott van az a név, amit meg akarsz változtatni, és egyszerűen begépeled. Elkezded gépelni. Hát ez ugye az első negyed év. Gépeled azt, hogy egyedik negyed év. Enter, pész. És akkor mostantól kezdve ezt a csoportot úgy hívják, hogy első negyed év. Oké? Okay? Ezt nem írom le, mert minek. És most még azt kell megnézni, hogy a csoportba összeszedett adatokat, hogy látom tényleg egybe. Ugye, mert most még nem szedte össze, van egy csoportom, de külön látom a csoport elemeinek adatait. Hogy tudom összesíteni? Úgy, hogy a csoport neve előtt van egy mínuszjel. Hogyha erre a mínuszjelre rákattintok, akkor szedte össze egybe. Oké, és hát a megfelelő függvénnyel összesítette. Tehát az összeget összeadta, az átlagot átlagolta. Oké. Csináljuk meg a összes negyedévet, hogy ezt egy kicsit gyakoroljuk, tehát jelöljük ki a negyedik, ötödik, hatodik hónapot, hogy itt jelölöm ki, vagy itt fölül, több mindegy. Csoportosítjuk, jelölt a csoportosítás, mondjuk össze, 7, 8, 9, jelölt a csoportosítás, mondjuk össze, és végül, 10, 11, 12, kijelölt egy csoportosítás. Vagyunk össze. Oké. Okay. És nevezzük tehát őket. Első negyed, második, harmadik, negyedik, negyedik. Második, negyedik. Harmadik, negyedik. Negyedék. Oké.
kimutatás megtárgyalásának utolsó lépéseként, mert ha nem akszatok, szeretnék tovább lépni majd. Mert ott én úgy gondolom, hogy begyakorol nem itt kellene, hanem otthon vagy valahol máshol, munkahelyen. Akkor azt nézzük meg, hogy hogy tudok új csoportot csinálni, hogy nem egy mellett vannak. Szedjük ki a típust, jó? Mert most nem kellene a típus. Hogy tudom kiszedni a típust? A mezőlistánál én kikapcsoltam a mezőlistát, úgyhogy visszakapcsolom. Ezt, hogy típus itt a sorcímnél, törlöm. Tehát rákattintok a sorcímke, és kiválasztom azt, hogy törlés. Vagy mezőtörlés is van. És akkor kész, kivettük. Oké? Rendben? Jó, és azt hiszem múltkor is az volt, hogy nációnként, tehát országonként csoportosítottuk a dolgokat. Vannak olasz autók, például Alfa Romeo meg Fiat, azt hiszem azok kettő van. Nem tudom. Katar, vagy Alfa Romeo, csak úgy simán. És utána a Fiatra kontrollnyomása közben kat, esetleg tovább görgetek valamelyik olasz. Nem látok más olaszt, úgyhogy ezt a kettőt kellene csoportosítani. Kijelölés után ugye a kijelöltek csoportosítása, gombra kattintunk, és akkor már is van egy csoport. Egy, ugye ami eddig nem egymás mellett volt, azt most egymás mellé rakta. És így tovább, és így tovább. Nem is folytat tovább, mert ez tök ugyanaz, mint amit az előtt csináltunk. Ja? A nevet kell kijelölni, és csak a nevet, tehát az Alfa Romeo, és csak a Fiat, és akkor most. Tehát csak a nevet. Tehát csak a nevet. Nem kell úgy az egészet, azt hiszem te úgy az egészet kijelölni. Mert logikusnak tűnt, de nem. Jó, és akkor ezt mondom, nem folytatom, mert átnevezés, már nem többet meg most minek csoportosítani, úgy kell az összes többit is. Rendben? Akkor ennyit a kimutatásokkal kapcsolatos. Rettenesen hasznos és... Ez az egy? Igen. Elrakom, mielőtt itt hagyom. Rettenetesen hasznos, és nagyon megnyíti a munkánkat, tehát múltkor is mondtam, hogy ennek segítségével olyan összesítéseket tud csinálni, amit esetleg számítógép nélkül vagy, hogyha ezt nem tud, akkor két hétig szenvedtél volna vele, mire megcsinálod. Még egyetlen egy dolog, ezt azért el kell mondani, hogy ha a forrás adatot megváltoztatjuk, ugye mert itt számított adatok vannak, a forrás adatok hol vannak, a munka egyen. Nézzük csak, ugye... Bocsánat, a szakkerültés színű is lehet. Szerintem igen. Hát ugye ebben vagyok, nyom a Ctrl-P-t. Hát nyilván beléptem, hogy egy lapra férjen, vagy fekvő, vagy oldatöréseket úgy rassz bele, hogy az követhető és egyebek. Tehát azt kell mondani,
hogy ugye az adatokat ez mindenét veszi. És ezt az első negyedében itt szép is. Például Alfa Romeo-ból az első negyedében darabot adtak el. Valamelyik hónapban, az első hónapban, ugye? Na most, hogyha én a forrás adatokban, az Alfa Romeo-ban megkérdezem az első havi Alfa Tifan. Ugye ez? 2.920.000. Viszont ide, a 2.900 stimmel. Hogyha én ezt a forrásba átírom, ezt a 2.920-at, 3.920-ra, ugye átírtam 3.920-ra, és visszamegyek ide, akkor úgy 2.920 még mindig, mint a 20-at. Márpedig az Excel-be, ugye eddig az volt a szuper, hogyha én valamit változtattam, az rögtön változott. Hozta magával a változást az összes abból származó adat esetében is. Oké? Okay? És most miért nem? Azért nem, mert lehet, hogy itt a forrás adatban egy adatnak a megváltoztatása annyi adatnak az újra számolását jelenteni, hogy eldöcögne a számítógép, előbb láttuk, ugye? Hogy döcögött itt egy számításnál. Igaz, hogy ott hülyeséget csináltunk, de döcögött. És emiatt nem számol folyamatosan a kimutatás, nem számolja újra a forrásadatok összes változásából a kimutatást, csak akkor, ha te kéred. És ezt te úgy tudod kérni, hogy itt a, elmentünk a kimutatások eszközsorról, én legalábbis elmentem. Itt van egy frissítést nyomogom. Látjuk? Ha én erre rákattintok, akkor fogja lecserélni ezt az adatot 3.920-ra. Rákattintok, hoppá, le is cserél. Oké? Okay? Tehát a kimutatás az nem mindig számolja újra a forrásadatokból. Az egész kimutatás. Csak akkor, amikor te kéred. Illetve amikor csinálod, igen, de ha belenyúlsz a forrás adatot, akkor nem aktualizálódik folyamatosan maga a kimutatás. Jó, ez fontos tudni. Ugye, mert ha nem tudod, és te megváltoztatod a forrásokat, aztán ezt a főnöködnek odaadod, hogy ezt csináltam, hát lehet, hogy hiába voltál marha ügyes, mégis azt mondják, hogy köszönjük a munkádat. Ugye, mert ez alapján valami stratégiai döntést hoznak. Mert ilyen kimutatásokat általában stratégiai döntések előkészítéséhez szoktak csinálni. És hogyha hülyeséget csinálnak, akkor te vagy a hunyok. Jó? Rendben? A következőkben függvényekkel szeretnék foglalkozni. Függvényekből aligat ismerünk még. Mit ismerünk? Hát csak az autó függvényeket. Tehát aki hozzám járt a tanfolyamon, az alapfokú tanfolyamot elvégezték. Megmondom őszintén, én alapfokú tanfolyamon nagyon sok függvényt nem szoktam tanítani, csak a szumma, átlag, minimum, maximum darab, kész ezeket. De az Excel rengeteg további függvényt tud. Ezekből én kicsemegésztem kicsit önhatalmul, egy 10-15-öt legalább. Ezeket fogjuk átbeszélgetni. Természetesen rengeteg további függvény van, amit én nem tárgyalok, de Excel tudja. Mondjuk például, nem tudom, közgazdász csoportban. Tehát ilyen jövőbeni érték, meg mit, tehát ilyeneket is tud a Excel.
tehát ilyen pénzügyi számítási dolgokat. Olyanokat is tudunk vele számolni, hogy mondjuk azt, hogy fel akarok venni 1 millió forintot, és a kamat ennyi és ennyi, és egyenlő összegekbe törlesztem, akkor mennyi lesz a havi törlesztésem? Ugye ez nem egyszerű, ennek a kiszámolása, vagy kérdés az, hogy én 20 éve vállalok havi 50 ezer törlesztést, mekkora összeget vehetek fel? Mondjuk ilyeneket is tud számolni. Aztán, hogy a bank ugyanúgy számolja el, mint az Excel, az már más kérdés, de elvileg ugye ugyanúgy kéne. Jó? Na most nem ezeket fogjuk megnézni, hanem az egyszerűbb függvényeket, az adatbázis függvényeket, meg a matematikai függvények közül egy-kettő egyszerűt, utóbbival hadd kezdjem a legegyszerűbbekkel. Jó? A kerekítés különböző függvényeit. Tehát az első, ez a matematikai és trigonometria kategória van, de én újabban egy kicsit máshogy szoktam a függvényeket használtatni, mert gyorsabban tudom hozni. Tehát az első függvény a kerekítések. Háromfajta kerekítő függvény van. A kerekítés, azt hiszem, kerek fel, meg a kerek le. Kezdjük a kerekítéssel. A kerekítés függvény az azt tudja, hogy kettő darab argumentuma van, tehát kettő paraméter megadni. Az egyik, hogy mi az a szám, amit kerekíteni akarsz, a másik meg, hogy hány jegyre. Tehát mit és hány jegyre. A mit az világos, ahhoz nincs mit hozzáfűzni. A hány jegyre? Ha te pozitív számadsz meg, akkor annyi tizedesre. Annyi tizedes, ha pozitív számot adsz meg. Ha nulla lesz ez a második argumentum, akkor egészre kerekít. És a negatív lesz egy érdekes dolog, akkor pedig amit megadsz negatív számként, annyit megy jobbra a tizedes veszőhöz képest, és annak megfelelően kerekít. Tehát mondjuk, például hadd mondjak rá így világos. Nagyon gyakran cégek eredményét, alvallás, stb. Ezerben, millióban kell megadni. És ennek a függvénynek a segítségével tudunk ezerre, millióra kerekíteni. Jó, lássunk egy példát rá. Tehát visszamegyünk mondjuk ide a eladási árakhoz. Nem lesz egy túl életszerű feladat, ugye, hát azért millióba, nem biztos, hogy egy kocsi áránál millióba szoktunk beszélni, ott ezerben szoktunk beszélni, és ezek már eleve ezrek. De most kerekítsük ezt millióra, ezt tudjuk megtenni, hogy mondjuk ide tetnénk kiszámolni millióban. Na és akkor itt változtatnék egy kicsikét a korábban tanítottakhoz képest, mert általában én a kezdő tanfolyamon, de a kezdő most is úgy tanítottam, meg úgy fogom tanítani, hogy úgy használd a függvényt, hogy rákattintasz itt az FX-re, utána kiválasztod azt a kategóriát, amiben adott függvény van, vagy elkezded begépelni a nevét ide, hogy mit akarsz. Hát ugye ez a kérdés. Hát kerek. Nyomsz egy entert, és behozza az összes olyan függvényt, ami így
ezzel a témával kapcsolatos. Oké? Okay? És hát most nekünk a kerekítés kell. Egyébként szerintem mindenki magától rájött már, hogy mit csinál a kerek föl, meg a kerek le, ugye? Tehát nem a kerekítés szabályainak megfelelően 4 le, 5 föl, hanem bármennyi le, bármennyi föl. Így itt kész. Tehát válasszuk a kerekítést, és akkor itt van az a párbeszéd, ahol megadhatjuk a függvénynek az argumentumait. Ugye ezt tudjuk, hogy 2 darab argumentuma van, szám meg, hogy hány számjegyre. A szám az legyen ez. Jó, tehát rákattintunk a árára. Hogy hány számjegy, az pedig ugye azt mondjuk, hogy most millióban akarjuk látni, akkor mínusz 6, ugye? És ha megnyomom a kész nyomógombot, akkor ez a 3.110 az 3 millió, plakattal küldjük le, hát itt minden 3-4 millió. És ha van igazság, akkor a kerekítés szabályainak megfelelően alakultak a dolgok. Tehát ez a 2.690 és 3 millió lett, stb. Stb. Jó? Oké. Okay. Az 1000 kerekítés az pedig ugye úgy fog majd kinézni, hogy nem mínusz 6, hanem mínusz 3. Mínusz 6, milliónál mínusz 6. Uh-huh. 1000 meg mínusz 3 lesz. És akkor itt most hadd mondjak megint egy tipikus példát. Egy tipikus példát. Ha neked ezzel kell a továbbiakban számolni, és te ide hivatkozol, hogy szóra ez meg mit tudjon, akkor sajnos nem ezzel fogsz számolni, hanem ezzel. Itt csak ezt látod, de valójában ebben a cellában ez van. És ebből nagy hülyeségek jöhetnek. Nem tudom, világos-e a probléma. Ugye? Tehát ha ez is fordulat, és te ezzel tovább számolsz, akkor nem a 3 millióval, meg a 4 millióval számol, hanem ezzel a 3.110 ezerrel, meg a 2.708 ezer. Oké? Okay? És ha te ezzel akarsz tovább számolni, akkor mit tudsz csinálni? Világos a probléma. A következőt tudod csinálni. Igen. Miért van nekem itt 2 millió is? Hát nem magadból számolt. Na. Hát nézzem. Na akkor mutatok valamit, figyeljetek. Vili föltette a kérdést, hogy miért van neki ott kép. Hát meg kell nézni. Van egy olyan lehetőség, hogy ezt miből számolod, mutasd már meg. Ezt úgy tudod te csinálni, figyeljetek. Itt van egy olyan menüszak, hogy képletek. Erre rákattintasz. És itt rákattintasz arra, hogy elődött mutatása. És akkor mutatja, hogy ez ebből van. Ez meg ebből van. Kattints rá a 2 millióra, nyomd meg az elődött mutatását, és fogja mondani, hogy miből van. Jó, 1.130-ból. Hát abból annyi lesz. Abból annyi lesz. Akkor jól számolt, igaz? Oké. Okay. Hát tudom, egy. Egy. Nekem meg se így. Oké. Úgy tudod eltávolítani, hogy nyilávolítása. Nem. Tehát ha nem érted, hogy a francba jött ez ki, akkor ezt kiválasztod. Azt mondtad, hogy így biztos megtalálod. Sajnos van egy rossz hírem, tehát hogyha mondjuk olyan vannak, hogy tipikus áthadnak, tehát itt van mondjuk az, hogy január, február, március, aztán adta az összegek, és összeadott, de nem adsz bele mindent, és mutatod az elődöket, a vonalak így egymás fölött lesznek, és nem fogod látni, hogy honnél is. Érted? Tehát áthatatlan lesz.
Na most ezen a problémán esetleg tudsz úgy segíteni, hogy fogod azt, amire kíváncsi vagy, onnél viszed, aztán így mutatod meg az elődöt, és akkor már akkor nem lesznek fedél a vonalak. Most mit csináltak? Ez egy hülyesége ennek a barométernek, hogy amikor te visszavonsz valamit, hát az elmegyetek. Tehát ha visszavonsz valamit, és több munkalapon dolgozol, akkor és egymás után csináltad a lépéseket ezen a munkalapon egyet, aztán ezen a munkalapon egyet, akkor visszavonod ezen a munkalapon, aztán a másikat meg ezen vonod. Tehát ahogy jön egymás után, nem pedig az egy munkalapon lévőket vonod. És ezt az ember nem mindig így gondolná. Na azt akartam mondani, mit akartam mondani. Igen, szóval, hogy ezt a függvényt majd hogy fogjuk csinálni. Aki már kicsit rutinosabb, és a függvényeket valamilyen szinten tudja, tehát tudja a függvények nevét, de az argumentumát majd azon a párbeszéd keresztül akarja bevinni, praktikusan a következőképpen fog dolgozni. Mondjuk használjuk a kerek felfüggvényt, jó? Tehát itt a felfüggvénnyel ebből attól függően, hogy mit adok meg neki, majd megfelelő összért kellene kihozni. Tehát mondjuk 100 000-re fölfele kerekítve, mert annyi kell a pénztárba befizetni, vagy valami. Jó? A következőt csinálja. Képelsz egy egyenlőségjelet, és elkezded írni a függvény nevét. Az első pár betűjét még biztosan tudod. Mert én is tudtam, hogy ez valami kerek. Most kerekítés, vagy kerekít, vagy mit nem tudod. De hogy kezdődik, azt át szoktad tudni. Elkezded írni, akkor sorolja az összes olyan függvényt, ami úgy kezdődik, mint amit elkezdtél gépelni. Utána duplát rákattintasz arra, amelyiket használni akarod. Ez a kerek fel, ezt mondtam. Tehát duplát rákattintasz arra, hogy kerek fel. Itt. Akkor most már csak az van, itt van a súgó, hogy van egy szám, meg hány számjegy. Várná, hogy te itt gépeljed, ezt nem szeretjük. Jobban szeretjük a párbeszéd ablakot. A párbeszéd ablakot úgy tudod elővenni, hogy rákattintasz itt az FX-re. És végeredményben ugyanúgy jutottál, csak szerintem gyorsabban. Oké? Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy miből van a legkevesebb, neked pénzből, de utána időből, ugye, mostanában. Jó, és akkor bejutottam ide, a szám az mondjuk ez lesz, rákattintunk, a hány szám az pedig legyen mondjuk mínusz 5, és akkor 100 000-re fölfelé fog kerekíteni. Mínusz 5. Kész, autó kitöltővel leküldjük, és akkor tényleg 100 000-re fölfelé kerekített. Ugye ebből a 3.110-ből 3.200 000 lett, hát ebből nem lett más, ebből ugye mondjuk 100 lett megint sem. Jó? Oké? Tehát akkor megbeszéltük ezeket a függvényeket, a kerekítést. A negatívhoz nem írtuk oda, hogy mi. Hogy lehetne ezt magyarázni? Ugye, hogy 10-re, 100-ra, 1000-re. Általában 1000 vagy millió szokott lenni, ugye merek van értelme. És van még a kerekfel, meg a kerek le. Kész.
Ennyi a kerekítésekkel kapcsolatosan. Jó. A következő... Negatívan mit írtál? 10, 100, 1000, stb. A desifíroz az annyit, hogy én a zébket áthúzom. A következő függvény, amit meg szeretnék nektek mutatni, az egy viszonylag bonyolultabb, de nagy hasznos függvény, az F keres. Egészség. Ez a matrix kategóriába tartozik, de a kategóriáját sírom föl. Inkább úgy írnám, hogy kereső függvény. Nyek. Mert hogy kettő van, de te majd egyet fogsz használni, az F kerest. Azért az F keres, azért F keres a neve, mert ez függőlegesen keres. Egy oszlopban keres egy értéket. Van V keres is, ami sorban keres értéket, de nem szokott az adatokat úgy írni, hogy a sorban keresem az adatot, hanem az oszlopban keresem. Tehát mondjuk van egy dolgozói adatbázisom, és keresek egy olyan embert, akinek valami a neve. Oké? Vagy van egy raktárom, és keresek egy olyan árucikket, aminek egy adott cikk száma van. Oké? És akkor itt jönne, mert gondolkodtam a kérdésen, és ezt meg lehet oldani. Majd mindjárt. Hát az F keres. Ez függőlegesen keres. Egy tábla bal szélső oszlopában és ha megtalálta, elindul jobbra. Elindul a sorban jobbra. Megadott sorszámú oszlopnál megáll, és ami ott van, azt adja vissza. Na most ezt így nem ér, de nézzünk egy példát rá. Oké? Tehát plö. Van egy cikkszám név ár készlet stb. Ilyen az a kérd. És akkor ez föl van töltve adatokban. És te kíváncsi vagy arra, egy adott cikkszámú kütyűből hány darab van a készletem. Hogy fogod majd ezt megcsinálni? Megadod, hogy ebben a táblázatban keressen egy adott cikkszámot, és akkor indul a cikk.
ezt jelölted ki, ennek a balszélső oszlopában indul el lefelé. És mikor megtalálja azt a cikkszámot, amit mondtad, ott megáll. És elindul jobbra, és te megmutod, hogy hol álljon meg. Nem azt mondod meg, hogy hányat kell jobbra mennie, hanem az, hogy ebben a táblázatban hanyadik oszlopnál állj meg. Ez az első, az a második, az a harmadik, az a negyedik. Tehát mit fogsz mondani? Négyet. Ugye, mert a negyedikben van a kéz. És amit itt talált, azt fogja viszni. Ez így érthető? Uh-huh. Így működik ez az F kerek. Na most, az a baj, hogy ez az adatállomány, ez nem igazán alkalmas az F keresnek olyan használatára, mint amit most az imént elmondtam. Mert nincs egyedi azonosító. Nincs egyedi azonosító. Kellene egy egyedi azonosító, nem baj, csinálunk. Szúrjunk be az A oszlop. Ezt a két oszlopot öröljük ki, mert... Ja, tudom, mit akartam elmondani. Bocs. Hogy tudsz ezzel tovább számolni? Mert földobtam ezt a problémát, hogy ha majd ebből te még számolni akarsz valamit, és ezzel neki állsz számolni, akkor az lesz nagy pofára esés, hogy te úgy gondolod, hogy annyi jön ki, hogy... Mert ezekkel fejbe is kiszámol, és nem annyi jön ki, hanem más, mert ő nem ezzel számol, hanem mivel ez. Itt is ez van, csak nem látod, hanem megadtad, hogy így. Jót mondok? Nem mondok jót. Ez így jó lesz. Akkor nem baj, hogy elfelejtettem. Nem mondtam jót. Ez akkor van ez a probléma, hogyha... Nem is mondok semmit, erre majd visszatérünk legközelebb, jó? Ugye ilyen tipikus kerekítési hülyeség, a kutya könyv ez. Igen? Tehát, hogy én egy projektet rájöttem. Kerekítésünk, hogy miért nem találjuk. Igen. De szóval ebből azért szokott probléma lenni. Nem akarok hülyeséget mondani, inkább következő alkalommal visszatérünk rá, jó? Na, nézzük akkor ezt. Ezt a két oszlopot öljük ki. Kijelölöd őket, mind a kettőt, fönn, és oda, ahol kijelöltél, attintasz joggombbal egyet, és kiválasztod a törlést, akkor kitörölted ezt a két oszlopot. Jó? És szúrjunk be egy oszlopot az A oszlop elé, ezt úgy tudod megtenni, hogy kijelölöd az A oszlopot, bal gombbal oda kattintasz, jobbal ugyanoda kattintasz, beszúrás, és akkor lett egy plusz oszlopod, és ezt a plusz oszlopot hívjuk annak, hogy azonosító. Jó, és akkor most ezt szépen föl kellene tölteni egy futószámmal, úgyhogy 1, 2, 3, stb. Nem kell megírni, nem kell sokáig írni, csak az egyet meg a kettőt kell beírni, tehát beírod az egyet meg a kettőt, utána kijelölöd az egyet meg a kettőt, és az autó kitöltőjére rákattintasz egy duplát, és akkor föltöltötted az egészet. Tehát most már van mindennek egy egyedi azonosítója. Hát a jobb alsó sarokba, a kettőt együtt kijelölted, és a jobb alsó sarkába. Oké? Siker mindenkinek? Jó? És akkor most rendezzük át valamilyen más sorrendbe, mondjuk ár szerint sorrendbe, beállunk az ár oszlopba, kezdőlap, rendezés, legyen növekvő, de AZ. Hopp, tök össze-vissza vannak már is az azonosítók, ugye? Hát teljesen véletlenszerűen vannak azonosítók. Oké? Okay? Jó, és akkor most már lehetünk kíváncsiak arra, hogy a 4322-es azonosítójú autónak mennyi az ára. Ez pont az a példa, mint amitről az előbb beszéltem. Oké? Okay? Hagyjunk ki egy oszlopot. Ideig eljutott mindenki? Segítsek valamit? Milyen rendezést kért? Ő áll.
Arsenic. Egy, az autóit, egyes nagyszállomáz, és utána... Duplát kintasz. Duplát kintasz. Most dupla. Jó, egy oszlopot hagyjunk üresen. Ide írjuk be azt, hogy azonosító mellé ár. Az azonosítót majd mi fogjuk ide beírni, ő még vissza fogja adni az árát. Oké? Okay? Írjunk be 3333, vagy amit akarsz. Kíváncsiak vagyunk, hogy ennek mennyi az ára. Na, ezt a feladatot az F-keres függvény segítségével lehet megoldani. Hozzáteszem, hogy az F-keres két hát hasonló, de azért mégis jelentősen különböző dologra használható. Ez az egyik felhasználási területe, az F-ke. Amikor valamit pontosan meg kell keresni, annak visszaadja az értékét. F-keres függvényre lesz itt szükségünk. Használjuk úgy, ahogy tanítottam az előbb. Elkezdem, hogy egyenlő F-kö. És akkor már csak az R-es van, de ha csak az F betűt írod, onnét is, onnét is kiválaszthatod az R-est, ugye? Itt van. Dupla rá kattintás, de ha FK-t írtál, akkor is kattintsál duplát F-keresre, és utána az FX-re, és akkor behozza azt a párbeszéd ablakot, ahol meg kell adnod az argumentumot. Na ezért szoktam én kérni azt, hogy hozd be, mert hiába írja oda ki súgóba, hétszentség, hogy ezt nem fogod tudni megadni, mert itt azért már olyan függvényről van szó, amelyik négy argumentummal rendelkezik, és fejből az ember nem biztos, hogy tudja, hogy melyik után melyik jön, pláne eleinte. Tehát ott nagyon-nagyon tudni kell, hogy fejből gépeljed folyamatosan a dolgokat, meg egyébként is így együtt dolgozni. A keresési érték. Tehát ez lesz az az érték, amit a bal szélső oszlopban keresek. Hát ez. Ugye ez a 3333 most. Hát erre kattintok. A tábla. Na, már el is rontottuk. Nem rontottuk el, csak az a baj, hogy nem tudjuk megadni a táblát, és a tábla az, ez a bazi nagy tábla, ami 5000 sor. És nem tudom kijönni azt az 5000 sort. Mit tudunk csinálni? Kilépünk a mégse gomba. Fölosztjuk ketté, amit az óra elején csináltunk. És megcsináljuk azt, hogy a felsőben látod a tetejét, az alsóban meg lemész teljesen az aljára. Nehogy görgővel menjél, mert az úgy egy kicsit sokáig fog tartani, vagy a csúszkát lehúzod az aljára, vagy oda kattintasz, end, és lefele nyíl. Ugye ezt tanítottam nekem. És akkor most menjünk megint ide, és csináljuk ugyanazt, mint az előbb, de most már majd ki tudjuk jelölni, hiszen a toll-ig kijelöléssel, a cut-shift-kattal meg tudom adni a táblát. Oké? Okay? Tehát egyenlő, F-keres, dupla kapt az F-keresre, kapt az FX-re, bejött a függvény argumentumának megadásra szolgáló párbeszéd ablak. Itt tartunk? Köszönöm.
nem rendeztet sorba állsz, majd nem rendeztet. Jó, akkor itt tartunk? Nem tudom. Egyelő van. Elkezdett, hogy F-kö, plusz van, hogy F-kö. Kart az FX, mert sok tart. Jó, akkor most már itt tart mindenki. A keresési érték, tehát ez lesz. Kattintunk. A tábla. Most már ki tudjuk jelölni. Tehát kart ide. Kart ide. Az a marha lényeges. Tehát Shift-kart. A marha lényeges, hogy te kijelölsz, annak a bal szélső oszlopában tud keresni. Tehát ha mondjuk az azonosítót nem ide raktam volna, hanem a márka mögé, akkor a márkát be se kellene venni. Feltétlenül. Illetve nem feltétlenül. Nem szabadna berenni. Oké? Okay? Tehát mindig a bal szélső oszlopban tud keresni. De hogyha belevenni most a márkában nem találnám meg. Akkor nem működne. Mert a bal szélső, mindig a bal szélsőben keres. Azért mondtam, hogy javítottam magam, mert mondtam, hogy nem is kéne feltétlenül, és javítottam, hogy bele se szabadna. Bele se szabad. Tehát ő mindig a bal szélső oszlopban keres. Oké? Okay? És mit akarok visszaadni az eladási árat? Ki kell jelölnöm idáig? Nem. Az a lényeg, hogy az eladási ár legyen az... Tehát amit keresek, az legyen az utolsó. Amiben keresek, az legyen az első kijelölt oszlop. Ez így érthető? Rossz van a kurzorod, és rossz helyre jelöltöd ki. Kösz. Igen, át kellett menni. Tehát aki ugyanúgy bénázott, mint én, az csinálja újra. Tehát át kellett jönni a táblába. Bocsánat, egy... Vagy ki mi ez? Tudja, presszióni ő. Jól lehet, bocsánat. Jó, tehát akkor ez volt a második argumentum. Még egyszer mondom, az első oszlop, amit kijelölsz, az, amelyik oszlopban te keresel. És az utolsó oszlop, amit még beleveszel a kijelölésbe, az az, ahol az az érték van, amire kíváncsi vagy. Oké? Okay? Tehát, hogyha az azonosító nem itt lenne, hanem valahol itt, akkor innét kezdve jelölnéd csak. Oké? Okay? És most elég lenne idáig kijelölni. Idáig. Mert az eladási ár még legyen benne, ami mögöttem az kit érdekel. Ez így érthető? Jó? És a harmadik paraméter, az oszlopszám, az pedig az, hogy attól az oszloptól számolva, és beleszámolva az oszlopot is, amiben keresünk, hanyadik oszlopban van, amit vissza kell adni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit kell ide írni? 4. 1, 2, 3, 4. Ugye már negyedikben van. Oké. Okay. Kurzor. Kösz. 4. Mert ezt elsőre ember nem szokta érni. Nyugodjatok meg. Ember nem értette még. Elsőre csinálunk rá feladatot. Jó? És végül van még egy utolsó paraméter, aminek a neve nem kövéren szerepel, azért nem kövér, mert nem kötelező megadni. Álljunk bele, és ha beleállsz, akkor kiírja, hogy itt mit kell megadni. Tartományban keres. Logikai érték. Hamis esetén pontos egyezés szükséges, ha igaz, vagy elhagyjuk. Az első oszlopban lévő legjobb közelítést adja meg, növekvő rendezés esetén. Hát nekünk pont egyezésre van szükségünk, ugye, tehát nem körülbelül a 1333-as azonosítóira, hanem a 3000, tehát itt most be kell írni azt, hogy hamis. A kis hamis, így működik. Hamis. Na, miért nem írom, mi is tudom? Hamis. Jó? És ha megnyomom a két nyomogombot, akkor végeztünk.
kiadta, hogy hát most nem tudjuk leellenőrizni, hogy a 3, de azt le tudjuk ellenőrizni, hogy a 715, tehát ide beírom, hogy 715, és elvileg ezt a számot kell visszakapnom, igaz? Tehát ezt írjuk el 715-re. Hát le. 715, enter, és kijött a 800.000. Vagy, mit tudom, 1158, ugye, az 4.080.000. 1158, 4.080.000. Stimmel. Működik. Működ a dolog. Jó, nézzünk egy másik dolgot. Csinálunk valamit, jó? Beszúrunk egy új munkalapot. Megnevezés. Cikkszám. Szállító kód. Készlet. Egységár. És nem írunk be sok dolgot, csak hármat, mert már hárommal is fog működni. Jó, tehát egérfogó. Tizenegy, 22 mondjuk. Szállítókód 1-es, készlet 11, egységár 550. Négy csapó. Tizenegy, 23 mondjuk. Szállítókód 1-es, készlet 56, egységár 950. Az utolsó. Nem tudom, mi van még, ahol ilyesmi van. Patkány méret. Huszonkettő, 15 mondjuk, szállító, ez egy másik szállító legyen mondjuk, 3-as, készlet 45, 1560 mondjuk. Jó, oszlopokat beállítom úgy, hogy minden látszódjon. És én arra vagyok kíváncsi, hogy ha megadok egy cikk számot, hány darab van belőle? Oké? Ide majd beírom a cikk számot, vissza kell adni a készletet. Mondjuk beírom a 11-23-at előre, majd megnézzük, hogy mi van akkor, ha olyat adok meg, ami nincs, meg vannak különböző variációk. És most az előző magyarázat alapján azt kellene produkálnunk, hogy készletet ő keresse ki. Ezt az F keressel lehet csinálni, ugye? Mert függőlegesen van egy oszlop, amiben függőlegesen elindulva előbb megtalálom, és amit vissza kell adni, az attól
jobbra van. Indítsuk el az F-kerest, jellő F, rákattintok duplát az F-keresre, utána megnyomom a fixet. Persze, ha akarod, használhatod úgy is, hogy FX kikeresed benne, de így gyors, szerintem gyors. A keresési érték. Mit keresek? Hát a cikkszámot, ezt. A tábla. A tábla onnét indul, hogy az első oszlop az legyen, amiben keresek. Tehát a cikkszámtól indul. Nem innét, inni. Ha innét indítod, nem lesz jó. Tehát innét kell indítani, és meddig kell menni? Hát, hogy a készlet még benne legyen. Nem kell idáig, elég idáig. De ez nem jó, mert akkor nincs benne a készlet. Tehát innét kell indulni, itt nincs vacilla, innét kell. És eddig vagy eddig össz, hát akkor jöjjünk eddig. Csak azért, hogy ne végig, jó? Tehát ezt jelöljük ki. Így a paraméterezés kicsit világosabb, hogy... Ugye ez az első oszlop, második oszlop, harmadik oszlop. Akkor ide mit kell írni az oszlop számhoz? Három. Jó? Tehát átmegyünk oda, és beírjuk, hogy három. És ide a tartományban keresve be kell írni a hamist, mert pontos egyezés szükséges. Hamis. És hogyha megnyomom a kézgombot, akkor kiírja, hogy 56 darab van belőle, tényleg 11-23-56-as kéne. Ha ezt itt átírom, akkor ez megváltozik, ha ezt írom át, ez változik, világos. Mi van akkor, ha olyat írok, ami nincs? Olyan cikkszámot írok, ami nincs? Nem látom, de a szélesebbre állítom, akkor kiírja, hogy hiányzik. Tehát nincs olyan. Nem talál olyat itt, ebben az oszlopban. Tehát az lesz az üzenet, hogy hiányzik, ha nincs olyan. Rendben? Oké? Kérlek? Én csak most kipróbáltam, hogyha lehúzom, akkor is működik. Na, ha húzol, az út... Beszélj, mindjárt húzzuk, csak ott a fix relatív dolgokat figyelembe kell venni. Most jön az, amit Zsolt. Igen. Zsolt bedobott. Egy életszerű példa. Még nincs, mert pontosan csak fejbe sejtem a megoldását, majd mindjárt megszülöm. Tehát arról van szó, tipikus a feladat. Hello, van egy raktár, leltárt rovancsot csinál. És ugye, hogy ne tévedjenek, két embert szoktak végigzavarni. Ilyen cikkszám ennyi, ilyen cikkszám ennyi, ilyen cikkszám ennyi. És mind a kettőjüknek van egy listája, és akkor össze kellene vetni, hogy a két lista egyezik-e. És hogyha eltérés van, ahol van eltérés, ott kellene valamit csinálni. Világos, ugye, hogy mi a dolog. Értjük? Hát lássuk, Nógrádi, hogy mi a helyzet. Ugye ez mondjuk lehet az egyik. Ezt itt töröljük ki. Ez itt nem kell. Igazándiból nekünk semmi másra nincs szükségünk. Szállítókód ugye biztos, hogy nem kell, azt kivesszük belőle. Bár lehetne, mert hát ő egy kinyomtatott valamivel megy végig, és ő csak a megtalált részleteket írja bele abba a megtalált valamit. Vagy abba a kinyomtatott papírba, ugye? Biztos, hogy így csinálják a lehet, tehát így csinálják. Hát mindegy. Jó. Hát vagy adatgyűjtőbe írja be. Tehát ki se nyomtatjátok, mert eleve laptopon megy, vagy valamilyen adatgyűjtőbe. Akár maradhat is ez. Tehát ezt most szépen fogjuk, és lemásoljuk ide még egyszer valahova. Kiadjunk egy kis helyet. Ctrl-V. Jó, és akkor a készletet írjuk át az egyikbe más értékre. Ugye, mert ezt az egyik manus csinálta, meg a másik manus csinálta. Na most az, hogy össze tudom szedni, az világos. Ugye? Tehát egy
De azt is lehetne csinálni, hogy az egyik lapon van, a másik másik lapon, sőt azt is lehetne, hogy az egyik Excel fájlban, a másik Excel fájlban, majd esetleg bonyolításként így is megnézzük. Ugye, mit kell csinálni? Itt kellene egy olyan oszlop, amiben azt mondjuk, hogy na mi van? Ugye? És majd kérjük, hogy egyezik, vagy nem egyezik. Ezt most nem egy lépésbe fogom megcsinálni. Jó? Tehát amiatt, hogy követhető legyen, nem egy lépésben fogom megcsinálni. Csak azért, hogy számotokra legyen követhető, hanem hogy számomra is követhető. Aztán majd össze lehet vonni, mert fogunk majd olyat is tanulni, hogy ágyazott függvény. Tehát függvény nem csak úgy lehet, hogy úgy önmagában van a függvény, hanem a függvényen belül másik függvény. Sőt, azon belül még egy, meg még 9 függvényt lehet egymásba rakni. De most még nem ágyazunk be, most még csak úgy tiszta lappal dolgozunk, tehát annyit fogunk csinálni, hogy ugye mert azt is megtehetnénk, hogy ha tök ugyanabban a sorrendben van egymás alatt mindegyikben, akkor azt mondom, hogy ebből a készletből kivonom ezt a készletet, és hogyha eredménynek kapok, akkor stimmel. De bonyolítsuk a dolgot, mert lehet, hogy nem ez a helyzet, hanem nem ugyanabban a sorrendben van. Egyébként ugyanabban a sorrendben van nálatok? Igen. Akkor nálatok baromi egyszerű megoldás, tehát ez egy alap dolog, de bonyolítsuk a dolgot. Hogy az F-kereszt kelljen használni. Hát, magyarul ide, oda akarom rakni azt, hogy a másikban mennyi van. Jó, tehát másikban. Tehát, hogy a másik leltározó hány a fát. Ugye? Hát ide azt akarom. Jó, és ugye ezt úgy tudom megcsinálni, hogy elindítom az F-kerest. Mit keresek? A cikk számot. Hol? Ebben. És visszaadja majd ide az értéket. Oké? Okay? Na. Tehát egyenlő. F-keres. Fx. Keresési ért. Mit keresek? Hát ezt a cikk számot, ezt. Tehát rákattintok erre. De itt most egy pillanat meg kell állni, mert majd az autókitöltőt fogjuk használni, tehát a képletet az autókitöltővel át fogjuk másolni, és az alapfokú tanfolyamon én tanítottam nektek olyanokat, hogy fix cím meg relatív cím, igaz? Remélt még valamit? Remélem. Ugye a relatív cím az az alapeset, és az azt jelenti, hogy tőlem 1, 2, 3, 4-jel balra van az, amit keresek. És hogyha lejjebb húzom, akkor is tőlem 1, 2, 3, 4-jel balra lesz, amit keresek. És az jó is. Tehát ezt így lehet hagyni relatív címzéssel. Mehetünk tovább, jön a tábla. Mit kell kijelölni? Az lényeges, hogy a cikk számtól indulunk. És a készlet legalább legyen benne, hogy tovább megyek-e, az már más kérdés. De! De! Mindig több ugyanezen belül keresem, ha lejjebb megyek, akkor is itt van, és ne jöjjön egyen lejjebb. Tehát ezt át kell alakítani. Fix címmé, amit úgy tudsz megtenni, hogy megnyomod az F4-es funkció billentyűt. És akkor a relatív címzésből fix címzés lehet. Tanították neked az F4-et, tanították? Nem,
Szívás. Igen, egyébként tényleg az. Szívás. Tehát nyomjál F4-et és kész. Mindig szoktam, hogy dicsérget magamat meg a vállamat veregetni, hogy én tényleg olyan módszereket tanítok nektek, amivel a legkevesebbet emeltek. Hát az, hogy írd be, hogy dollár ez, dollár, az egy őrület. F4 sokkal. Ez egy rossz írom én sokszor. Hát, mert írod. Igen. És amit gépesz, az hiba lehetőség. Ha rámutatsz és megnyomod, akkor tuti. Tehát tök egyszerű. Azt nem is tudom, hogy miért nem így. Középiskolában egyetlen? Már a középiskolás tanárod volt a hülye, mert ő tanította rossz mód. Nem rossz, csak sokkal nehezebb módszerrel. Oké? Okay. Egyszerű, nem? Mm-hmm. Jó, és akkor menjünk tovább az oszlopszám. Ugye 1, 2, 3. Tehát ide 3-as kell írni. Na most itt nincs appellátor, hogy fix vagy relatív, ugye, tehát ez 3. És a tartományban keres, az is tudja, hogy hamis. Készen vagyunk. És az autó kitöltőt, ha lehúzzuk, akkor mindenhova oda fogja írni, hogy akkor mi van. Tehát áthozta itt. Persze, ha itt most átírunk értékeket, jó? Tehát írjunk át értékeket, akkor itt majd azt fog megjelenni, ami ott van. Jó? Tehát egyes készletet áthoztassunk meg. Mondjuk ne 5-6 legyen, hanem 65. Abban a pillanatban itt is 65. Oké? Okay? Jó? És ebben az a jó, hogy tök mindegy, hogy itt milyen sorrendben vannak a cikkek, meg itt milyen sorrendben, összeszedi az egyikből a hozzátartozó másikat. Oké? Okay? Tehát ez összeszedi akkor is, hogyha itt más sorrendben van, meg itt más sorrendben. Próbáljuk rendezzük ezt mondjuk ár szerinti sorrendbe. Nem jó. Készlet szerinti sorrendben, jó? Tehát a készlet oszlop, ott vagyunk, és kattintsunk rá, rendezés, AZ. Ugye átrendezte, hogy 11.45.60, és akkor a 11.22-ből 11 van, 11.22-ből 11 van, a 11.23-ból 65 van, 11.23-65, stimmel, tehát összehozta, nem ugye a sorrendben van, de összehozta. Már erre jó az F-keres. Én bonyolultabbat oldottam meg, mint ami nálatok van, mert az ott nagyon egyszerű. Nálatok csak össze kell hozni a két mennyiséget. Itt van az egyik, meg a másik, tehát a készlet, meg a másik. És akkor, ha nem egyezik, akkor valamit kell reagálni. Na, az F-keres így oké? Okay? Azt csak hiszed, mert a felét tanultuk meg. Van még egy funkciója. Azt majd legközelebb mondom el, jó? És azt nem mondjuk. Mit? Ezt? A paraméterezését leírjuk, de amit itt csináltunk, azt nem. Most amikor nem egyezik, akkor pedig legyen piros a cél. Jó, vagy meg az lesz. Mindent lehet. Jó, keresőfüggvény. Jó. A variáns. Pontos egyezés. Keresési érték. Ezt keresem a bal szélső oszlopban. Tehát ezt keresem a bal szélső oszlopban.
tábla. Ennek a bal szélső hosszúban keresek. Oszlop szám. Oszlop szám. Ennyi eddig oszlopban van, amire kíváncsi vagyok. Nem tudom, miért ez a neve, mert semmi logika nincs benne. Inkább a magyarázatot írom ehhez kivételesen, bár be kell, hogy valljam, soha én sem tudom, pedig én azért tanítom is, meg viszonylag sokat is használom. Nem tudom, hogy most mikor kell beírni a hamisat, el kell olvasni. És nem tudom, hogy a pontos egyezésnél kell hamis, vagy a másiknál. Az embernek a feje nem káptalan, pont azért van ott a súgó, elolvasod, aztán kész. Itt az döntött be igazándiból, viszont ezt tudjuk, hogy hamis vagy közelítő. A közelítőt még nem néztük meg, az a bonyolultabb eset, majd van olyan őrült a bandában rajtam kívül, aki tanár? Nincs, ugye? Nincs. Na, tanároknak lenne jó, ugye a közelítőt arra lehet használni, hogy hány százalékot értél el? 19, ó, 1-es. 20, na az már 2-es. 39, még 2-es. 40, már 3-as. Tehát, hogy megadom a pontszámot, ő meg adja meg, hogy az hanyos osztályzat. Ezt lehetne az F-keresnek a másik felhasználásával megcsinálni, azt majd legközelebb, jó? Mert ez az egyszerűbb, az ennél csak bonyolultabb. Nem akarom bántani a tanárokat, de nem is tudják. Kivéve az infotanár, de a többség az infotanár az. És egyszer lehet írni a pontszámot. A francot szerint, de olyan szerencsétlenek hozzá, hogy nagy többség. Na. És akkor most egészítsük ki a táblázatunkat úgy, hogy Zsoltnak jó legyen. A B variánst, azt majd legközelebb nézzük meg. De nem hagyunk ki neki helyet. Tehát a füzetben lehet, hogy most egy kicsikét össze-vissza lesz, mert nem tudom, hogy mennyi helyet hagyjunk ki a B-nek. Azért ne hagyjunk ki helyet, mert nem tudom, hogy viszonylag hosszú lesz. De Zsoltnak oldjuk meg ezt a dolgot. Ugye Zsoltnak az kellene, hogy amennyiben ez meg ez nem egyezik meg, akkor itt legyen valami feltűnő, hogy szemét oda vonza az illetőnek, hogy hiba. Ugye? Ha egyszerű a dolog, ez a függvény, amit ezt meg lehet csinálni, tanítom volna egyébként, ez a ha ez van, ez történjen, ha az van, az történjen. Tehát mit írjon ki, ha? Mondjuk ez lehetne a címe a dolognak. Tehát ez ugyanolyan jellegű cím lenne, mint amit az előbb felírtam, hogy keresőfüggvény, meg hogy kerekítés, jó, ez ugyanolyan cím. És a függvénynek ez a neve, hogy ha. Ez a függvény neve, hogy ha. És akkor lássuk.
Először alkalmazzuk, aztán leírjuk, jó? Van térés kérdője. Jó, ez az osztályléc. És azt szeretnénk, hogy ha van eltérés, akkor írjék ki, hogy igen, ha nincs, akkor meg ne írjon ki semmi. Oké? Okay? Ez a ha függvény lesz, és megbeszéltük, hogy a függvényeket majd úgy tudod te igazán gyorsan megadni, hogy elkezded gépelni a nevét. Te egy egyenlőségjel után. Tehát egyenlő, ha. Már be is dobtad. Hogy ha hiba, hamis, harmonikus közép, hatvány. Hát nekünk a ha függvény kell, tehát dupla kattint arra, hogy ha. És miután duplát rákattintottál arra, hogy ha, utána még rákattintasz az fx-re is. Akkor bejött a függvény argumentumának megadására szolgáló a... Azt kéne csinálni, hogy megadunk egy logikai vizsgálatot. Ez a logikai vizsgálat az az, hogy ez nagyobb, mint ez? Vagy ez egyenlő ezzel? Hát most ez kell, ugye? Azt mondom, hogy ez egyenlő ezzel. Tehát bírom, hogy ez egyenlőséggel ezzel. Tehát rákattintok az egyikre, egyenlőséggel rákattintok a másikra. Ezzel. Nem azt mondom, hogy ez legyen egyenlő, hanem megkérdezem, hogy ez egyenlő ezzel? Egyenlőséggel és a másikra. És most azt kell átgondolni, hogy ugye le fogod húzni a kettővel balra lévőt összehasonlítja, a hárommal balra lévőt összehasonlítja az egyen balra lévővel. Alatt is ez kell? Igen. Kell F4-et nyomni? Nem. Ugye? Tehát most a relatív címet lehet használni gyönyörűen. Jó, és mit csináljon, ha ez igaz? Akkor semmit. Ugye, mert egyezik a két dolog. Az, hogy ne csináljon semmit, azt úgy adom meg, hogy na jó, nem mondok semmit, mert tehát ha nem írok be semmit, akkor is ki fog írni valamit. Azt fogja felírni, hogy igaz. Ha meg a másik kapnám eredményként, akkor meg a hamist írná ki. Ha azt mondja, hogy ne írjon ki semmit, akkor meg kell adni a semmit. A semmit úgy adnak, hogy idézi el között semmit. Ez egy kicsit ilyen informatikus elme baj, de így van, jó? Na jó, elmondtam, akkor írjunk be idézőjel között semmit, jó? Tehát semmit. És érték a hamis, tehát ugye ha ez nem egyenlő ezzel, akkor mit csináljunk ki? Igen, van eltérés. Itt a posztorot, hogy csinálta a... Igen. Igen. Kész, dupla kattal leküldjük, és már meg is csinálta a lepár kiértékelését, ugye, hogy itt van eltérés. Igen. Micsoda? Zsolt? Oké? Igen. Ez kellett. Tehát ez igazán tudtok én. Látok, még ennek, ha tök ugyanúgy van, akkor neked ezt a cirkuszt, hogy az egyikből átfogod a másikat, azt nem is kell csinálni, csak a egymás mellé rakni a egyik meg a másikat, aztán kész. De én azért megcsinálom azt a cirkuszt is, mert egyikből kitöröltek egyet, csak már nem fog stíni az egész. Érted, mit mondok, ugye? Tehát, hogyha véletlenül nem ugyanaz a sorrend, valaki kitöröl, sorba rendezi, mint a már borul. Jó?
Tehát ennek a függvénynek, ennek a ha függvénynek három argumentuma van. Megadható mit írjon ki, ha teljesül egy feltétel, és mit, ha nem. És akkor ugye három paramétere van. Kezdni kell, hogy hívják őket, mármint a paramétereket, mert ebből nem tudom. Logikai vizsgálat. Ide jön a feltétel. Tehát ide kell beírni azt, hogy mi a feltételi. Ez a logikai vizsgálat, ez mindig tartalmaz valamilyen operátort. Az egyenlőt, kisebbet, nagyobbat, stb. És a másik két paraméter az a érték, ha igaz, érték, ha hamis. Fűzni egyetlen egyet, hogy ha nem akarok kiiratni semmit, akkor két apostrof egymás mögött, jó? Logikus, de ha nem kell kiírni semmit, akkor két idézőjel. Mert ha nem írom be azt a két idézőjelet, akkor kiírja vagy azt, hogy igaz, vagy azt, hogy hamis, attól függ, hogy most teljesült a feltétel, vagy nem teljesült. Oké? Okay? Jó, és akkor még egy utolsó függvényt ma szeretnék elmondani. A darab függvény az alapfokú tanfolyamon is elhangzott, és a darab függvénynek vannak ilyen oldalhajtásai, azokat fogjuk megnézni. Tehát ez volt a mit ír ki ha, tehát maga a függvény az a ha volt. Többit is esetleg odaírhatnánk. A kereső függvény ugye az az F-keres. A kerekítések, meg a kerekítés, a kerek fel, meg a kerek le. Igazándiból ott van, csak így szokták jelenni, hogy egy függvény. Jó? Kerekítés, kerek fel. Megszámolás. Hát amikor meg akarunk számolni valamit, hogy hány olyan van, hogy. És akkor itt többfajta variáció van, hogy van cellában valami, szám van a cellában, feltételnek megfelelő valami valában. Ez a három legfontosabb ilyen megszámolós függvény. Az egyik a darab,
darab szám, is tudom. Most azért nem kell tudni, mert elkezded írni is kiírja, ugye? Tehát... Darab... Darab kettő, darab teli. Ezeket fog itt megnézni. Jó, tehát darab, jól emlékeztem. Jó, ez a darab, ez a számok száma. Ezt tanultuk az alapfokú tanfolyamon. Ez azt számolja meg, hogy az argumentumában hány olyan cella van, ami számot tartalmaz. A darab 2 ez pedig a hány nem üres cella van. Ez nem ugyanaz, nem? Mert a darab az nem számolja bele azokat a cellákat, amiben szöveg van. Emlékeztek, annak idén az első tanfolyamon megkülönböztettünk szám és szövegtartalmú cellákat. Remélem még van, ugye? És a darab teli az pedig hány a feltételnek megfelelő cella. Hány feltételt adhatok meg? Egyet. Hány egy darab feltételnek megfelelő cella van? Ha több feltételem is lenne, akkor nem darabtelit használok, hanem adatbázis kezelő függvényt. Mert olyan is van, azokat majd legközelebb nézzük meg. Na most ezt is így fölvágja az ember, nem érted, de nagyon egyszerűek és mindjárt megnézzük. Jó? Tehát mondjuk, itt van ez a valami. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány olyan cella van, hány olyan árucikk van, ami készleten van. Jó? Ezt úgy tudjuk megadni, hogy megnézzük, hogy olyan cella van, amiben szám van. Mert ha nincs, akkor üres, mondjuk. Jó? Ez a számok száma, tehát melyik függvény a darab. Függvényt használtuk és kész. De ne így használd a darabfüggvényt, mert a darabfüggvény az ott van az autófüggvények között is, tehát sokkal egyszerűbben jutsz eredményre, ha itt kiválasztod a darabszám, és megadod neki azt, hogy a készletet nézze, és készen vagy, ez ugyanaz. Tehát fölösd azt a bonyolult módszert használni. Mit írtál az értékettőben? Semmi, csak lebúztad a kószlat, nem? Az érték, rákattintottak 11-es a készles számra. Nem. Nem? Kértem ezt.
És a pipa. Illetve itt a kész, ott meg a pipa. Hát attól függ, hogyha a függvény varázslóval ezzel dolgozol, akkor kijelölöd kész, hogyha az autó függvénnyel dolgozol, akkor kijelölöd pipa. És akkor megszámoltam. Figyelj! Ezt most töröljük, itt a készletet, üse, valamelyiket, mindegy. Dili. Akkor már csak kettő. Ugye, mert a számok szám. És most figyelj, írunk 0, akkor 3. A 0 egy szám. Most mit szól a különbség, ugye? Minden üres. Jó? Tehát a darab az a számokat számolja meg. 0 is szám. Tegyük fel, arra vagyunk kíváncsiak, hogy tehát ez egy bazi táblázat. 5000 árucikk van a raktárunkban, töltöttük, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy maradt-e üresen valahol a áru megnevezése. Természetesen ezt a múltkor tanult autószűrővel ki tudjuk szűrni. Ugye ezt tanultuk a múltkor, emlékszünk még rá? Nem igazán. Még a sztorit is elmondtam, hogy járt ide egy hölgy, aki vitte haza az adatot, és akkor meg kellett keresni a hatalmas lepedőnyi táblázatból, hogy hol hiányzik ad, és ezt ő egy hétvégén csinálta, és akkor megmutattam neki, hogy ezt hogy lehet kiszűrni, és legközelebb jött, hogy Laci, fantasztikus, nem igaz, Laci, nem győzött hálálkodni. Na, itt beugrott? A sztori, igen. A sztori, igen. A lenyitósba. Igen, tehát bekapcsoltad, lenyitottad, és akkor van olyan, hogy üres, és azt raktad, oda raktad a pipát, a többiről levetted a pipát, és akkor csak az üres maradt meg, oké? Ugye? Na, jó? De ezt meg tudjuk úgy is csinálni, hogy megszámoljuk, hogy hányban van valami. Ugye ez a darab 2. Függvény, a darab 2 az azt írtuk, hogy hány nevű cella van. Nem az, hogy van benne valami. Nem az, hogy szám van benne, hanem valami van benne. Oké? Ezt számoljuk meg, jó? Tehát ide állunk, egyenlő argumentumnak kijelöljük ezt, ahol a megnevezések vannak. A megnevezések vannak. Hülye. El kellett volna kezdeni a függvényt. Tehát egyenlő darab 2. FX-rekat most jelölünk ki. És kész. És akkor hány van? 3. És ha kitörlök belőle valamit, akkor már csak 2. Oké? Előző példánál maradva, hogy én ezt üresre törlöm, 2. Ha nem üres, de szöveget írok bele, akkor is 2. Mert az a számokat számolja meg. Ez. Tehát a darab függő számokat számolja meg. A számba benne 0, de nincs benne a szöveg. Végül is tök logikus, ugye, mert azt írtam magyarázatnak az egyikhez, hogy a számok száma, a másikhoz meg hát nem üres cella van. Ugye, nem ugyan érthető ezekkel a magyarázatokkal? És a darab teli hány a feltételnek megfelelő van, ezt még elmagyarázom, aztán mára ennyi. Túlcsordulás határán vagyunk, de a túloldalán már túlcsordultatok, szerintem. Tehát mondjuk arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány olyan árucikk van, ami 1000 forintnál olcsóbb, mondjuk. Oké? Tehát 1000 forintnál olcsóbb.
akkor ide meg fogjuk számolni. Ez a darab függvény lesz, tehát egyenlő darab, és kiválasztjuk a darab teli függvény. Argumentuma. Jó, tehát a tartomány, ahol meg kell számolni, az nyilván most az egység árak lesznek. Tehát ez. Tehát a tartomány az ez. A feltétel, meg beírom, hogy kisebb, mint 1000. Hogy írom? Hát így, hogy kisebb, 1000. Kész, és akkor megmondja, hogy 2. Stimmel, tényleg 2 van. És ha megváltoztatom, ne 2 legyen, akkor ez is változik. Itt annyit mondanék, hogyha a feltételt nem úgy gépeled, hogy kisebb 1000, hanem kisebb, és az 1000 valahol egy cellában van, azt így lehet megoldani. Kicsit bonyolult. Jó? Tehát ne akarjál. Lehet, de hadd ne kelljen elmagyarázni, mert a többet nem jött. Nem annyira bonyolult, de pláne így 8-kor, miután már 3 órája mondom, így biztos. Így biztos bonyolult. Oké? Okay? Nem írt most kivételesen le az argumentumokat, ugye nem olyan bonyolult. Argumentum egy, itt van két argumentum, tehát ennek két argumentuma van, de az sem bonyolult. Mert írja, hogy tartomány meg, hogy a feltétel is kész. Jó? Következő alkalommal az F keresnek még a másik variánsát nézzük, a variánst, amikor közelítő értékre van szükség. Na most azért ennek is van pénzügyi használata is, Magyarországon nincs, amikor sávosan progresszív valamilyen járulék, adó, stb. De ugye most egy kulcsos az adó, tehát most nincs ilyen, de az én véleményem, ami tök igazságtalan, az is valóság, amikor 50%-ot fizetnek valami fölött, mert az már tényleg teljesítmény csökkentés, csak ez meg olyan egyszerűbb embereket nyomorítja, de mindegy, ez politika, nem? Tehát amikor mondjuk úgy lenne az adózás, hogy 3 millió forintig 16%, mint most azt hiszem, ugye 16? 18. 16, és 3 és 5 millió között mondjuk 22, és 5 millió fölött mondjuk 28. És ezt ki tudnád megcsinálni, hogy használod az F-keresnek ezt a B variánsát. Kicsit bonyolult lenne, mert ilyen modulsz... Nem. Követő. Ja, nem úgy van, de nem ezt a felhasználását, mert itt azért bonyolult, mert így azért bonyolult adót számítani, mert először kell nézni az 5 millió fölötti rész, és az adózik ennyivel, utána a maradékot. Most is például olyan, hogy van, tehát hogy nem tudom, hogy eddig lettem utalni egy számon, és mondjuk euróban le, akkor amikor megnyitom október 1-től október 31-ig, akkor az októberi középtársaságon kell. A következő van, tehát egy tárgyal. Lelövöm, jó, aztán gondolod, pillanat. Ja, de nem akarom, tehát a következő órán. Jó, oké, csak...